Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra, amúgy pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani. Sziasztok. Hello. Hello Feri. Na hát átzúgott ez a kis hideg front, amiből én annyit hallottam, hogy éjszaka egy kicsit esett, de itt mindenféle lehűléssel riogattak. Erre 14 fokot mérek reggel, ami azért nem tűnik annyira szörnyűnek áprilisban. Én nem? Sokat nem esett. Sokat nem esett, van azért eső, már úgy értem, hogy pocsolya nyomok, meg eső nyomok, így szerte a városban. Én éjszaka mondom, hallottam, de állítólag valami jeges északi szél, vagy ne lehet, hogy az északi tájakon, vagy valahol délen ott volt. Pesten nem sok ment át ebből. Nem? Én tegnap éjszaka ilyen 11 körül értem haza, és akkor kezdett elszemerkélni, meg így jött egy kis szél, és én is azt vártam ma, hogy akkor 2 fok lesz, mert ugye azt ígérték, de mondjuk tegnap reggel, meg tegnap előtt reggel se volt melegebb. Uh-huh. Tehát ilyen 14-15 volt akkor is. Aha, olyan úgy, durva leülés nem volt, viszont ez nem, az eső gyerekek, a pollen érzékenyeknek, mint amilyenek például én is vagyok, mint amilyen én is vagyok, azoknak jó. Legalább kitükarította egy kicsit a levegőt. Igen, érződik tényleg. Levették a csipeszt az orrodról. Igen, sokkal jobban érzem ilyenkor magam. Egyébként egész hétre valami hasonló időt mondanak, mert ugye úgy nézegettem, hogy az aktuális, illetve az érintett oldalakat, ott azt látom, hogy így jön az eső, megy az eső, leülés, kis frontocska, hétvégén is jön valami kis leülés. Igen? Jó, hát végig is április van. Nincs ezzel gond. Tudod, ez a árnyékban hideg van, napon leveszed a gyerekről a kapucnis fölsőt. Beborul az ég, megint rádod. Igen. Utána megint később, utána megint leveszed. Tehát ez amikor még ahol napfény van, ott meleg van, ahol árnyék van, ott viszont még hűvös van. Viszont tegnap délután egy gyönyörű szép idő volt, mondjuk már volt egy kis szél, úgyhogy hogy a Gellért hegyen romantikázva azért. Oda kellett menned? Oda rendeltek, és hát ennek kapcsán több kellemes élményben is részem volt. Az egyik az, hogy életemben először utaztam a 4-es metrón, nem túlságosan hosszú szakaszon, mert ugye csak a Calvin tértől a Gellért térig, de hát figyeljetek, én megmondom őszintén, hogy lepadlóztam tőle. Azt csináltuk, ugyanis, hogy miután megebédeltünk egy nagyon kedves kis krisnás étterem, amit nagyon szeretünk, elmentünk a Calvin térre, és nem lent szálltunk át, ha az M3-asnak a szintjén, aha, hanem lifttel mentünk le, mert egészen meglepő módon lifttel is le lehet menni a metróhoz. És utána rájöttünk, hogy a lehető legjobban választottunk, mert hogy olyan volt, mintha egy űrállomásra érkeztünk volna, vagy mintha a Men in Black-nek a vezérlőközpontjában. Ez a Calvin téri megálló? Figyeljetek, én komolyan mondom, hogy így beszélgetünk, és akkor tök jól, és így benszakadt az emberbe a hang. Iszonyú durva. Nagyon durva. Nagyon durva. Konkrétan, mintha egy űrállomás lenne az egész. Engem lenyűgözött. Nekem marhára tetszett. És amúgy rengeteg ember volt, tehát hogy én nem éreztem, vagy tapasztaltam azt, amit mondtak, hogy nincs kihasználva. Marha sokan voltak. Utána várom, hogy jöjjön a metró. Nem jön a metró. De már ott volt a metró. Hang hát semmi. Hang. Tehát, hogy így menetszél. Van szél, metró szél van. Semmi durva. És akkor hát persze ez a csomó kis helyes kis újítás, ami nekem még új, aki ugye a 2-esen, a 3-oson, meg a kisföld alatt én szocializálódtam. Hogy ugye a gumisávnak, az elválasztó gumisávnak, ennek a biztonsági sávnak a szélén, amikor jön a metró, elkezd villogni a ledsor, és jelzi neked ezzel is, hogy kérem szépen, gyerünk hátra egy picit. Mert ilyet még Londonban se láttam. Lehet, hogy valamelyik vonalon van, ott van egy pár vonal, de villogó lett sort az áruvonal, tehát ott villog neked, aha, hogy jön a metró. Igen. Van egyébként egy folyamatosan világító ilyen kis sáv, ami elkezd villogni. Ilyet még sehol nem láttam, egyik országban sem. De elkezdted kipattintani csavarhúzóval. Hallod, persze, szívja, hogy csak hazavisszisztálja, vagy átvigyelj. Hiányzott már a ledből? Nem? Még teljesen igen? Sokan vannak egyébként ilyen peronőrök, vagy biztonsági örök, nem tudom, hogy nevezzük őket, de mondom, az egész tiszta. Nekem egyébként amúgy is nagyon bejönnek ezek a letisztult ilyen beton felületek, ilyen kicsit ilyen minimál az egész, a kis székek is marha jó pofák, tehát tök jó volt, hogy ugye elmentünk a Fővám téren keresztül, ott is egy picit kikuksiztunk, aztán meg a Gellért téren mentünk föl, az is nekem marhára tetszett, ráadásul a Gellért téren úgy volt kialakítva a belső
ilyen burkolatok, hogy ilyen fémesek vagy fémek voltak, amik úgy néztek ki, mintha ilyen rozsdás fém felületek lennének, oda is mentem, megtapogattam, marha igényesek voltak, hát nyilván a jövőre nézve, ha majd esetleg elkezd rozsdásodni, senki nem fog tűnik fel. Egyébként most tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, meg cinkelni őket, mert marhára tetszett. Tehát, hogy abszolút 21. század. És milyen a szerelvény maga? Tökre rendben van. Semmiféle probléma. Hát nekem a hatalmas előrépés az mindenki másnak, aki ugye a másinosztratelni izzávodokhoz van hozzászokva. Óriási előrelépés. Nagyon tetszett. Tényleg. De még sofőrös autóval mentetek. Még sofőrös volt, tehát bent ült, direkt figyeltem, egy hölgy ül bent, és figyeli a monitor. Igen, de hogy már most nem kell semmit csinálniuk, ők csak azért vannak ott, hogy baj van. De hátra volt kötve a keze, fel volt peckelő a száj, tehát nem tud beleszólni igazából a vezetésbe. És ha meg kell nyomni a piros gombot, az homlokkal. Ja, igen. Nagyon tetszett. És ül még bent ember. Igen. Ül bent. Igen. Még felügyelik ezt a részét. Jó, ráfűztem. Igen, és ez a négyes meg. Hallod, és ez mi volt? Mit néztél meg? Hallod, most mit néztél meg? Igen. De ártos a fél évig, bocsánat, az talán nem hangzott el. Az is elhangzott? Nem. Na, akkor most végre valami újat tudok mondani ma reggel. Az első hasznos mondatom. Ma reggel, hogy utána már kiszállítják a sofőrt. És utána senki nem lesz. És utána annyi. Nagyon fogok félni. És állítólag nem lesz sofőr. Te beülnél egy... Én azt hiszem Párizsban van úgy a repülőtérről befelé menő. Nincs benne. Én utaztam olyan Amerikában, is tök menő egyébként. Párizsban hosszú évekkel ezelőtt voltam, és jön a vonat, mondom, halló, rosszul lett a... Halló, mi van, kivették? És megáll, ahol kell, kinyílt az ajtó, beszálltunk, és így nem hiszed el, hogy elindul, megáll a következőnél is, ahol kell. Tök automata az teljesen egész. Teljesen. Nagyon kemény. Csak miután elment, látsz egy izzadt, lihegő embert futni a peronon. Hello! Álljanak meg. Ez már nem vicces. Úgyhogy mondom, nagyon jó volt. Ja, és ráadásul volt egy ilyen marha helyes kis, ilyen kis közjáték, hogy jött egy csoport, akinek valaki, szerintem egy építész, éppen előadást tartott arról, hogy építették, mint építették, miért van ez a fajta rettenetesen komoly ilyen betonrendszer, ami egy kicsit ilyen pókhálószerűen hálózza be a plafont, illetve hát éppenséggel attól függően, hogy hol vagy, mert amikor fölmész, akkor nyilván ez már szinte a padló. Tök jó volt az egész. Úgyhogy mondom, nagyon tetszett. Aztán följöttünk ugye a Gellért térre. Ezt akartam, hogy hagyjuk ezt az egészet. Mi volt a romcsin? Hát hallod, olyat smároltunk. Jó volt? De hát felmentünk a sziklatemplomhoz, bementünk felnőtteknek 500 forint a belépő, úgyhogy bedobtunk. Hányat szólt? Csak azt mondd meg. Ilyen formában először kaptunk egy ilyen kis berendezést, egy ilyen gyakorlatilag ilyen elektronikus, hogy hívják ott, tárlatvezetésre fizettünk be, kaptunk így a nyakunkba ilyen kis készüléket, benyomtuk a megfelelő kódszámot, és akkor ahogy a sziklatemplomnak valamelyik részéhez érkeztünk, ki voltak ilyen számok, benyomtad, és akkor kaptál egy magyar nyelvű tájékoztatást arról, hogy mit kell tudni arról a részéről a templomnak. És hát marha jól éreztük magunkat. Tök jó volt, utána fölmentünk egy kicsit még a Gellért hegyre is, megcsodáltuk a panorámát, meg a szemetet. Van szemét? Hát figyeljétek, azért, tehát hogy a tegnapi délutánnak ez az egyetlen negatívuma volt, megmondom őszintén. Én egyszerűen nem értem, hogy a fővárosnak egy ilyen frekventált helyét, ami egyébként most is tele volt emberekkel, hogy miért nem lehet takarítani, miért nem lehet tisztítani. Tehát, hogy fölmentünk, nézed a panorámát, Szabadsághíd, Cet, a Gellért tér, a szálló, a Duna, hajók, ahogy nyüzsögnek lehet, egyszerűen gyönyörű volt, csak ne nézd le. Hát nem kell, de az nem azért mész föl a panorámát nézni, hogy a lábad elé nézni, a Dunát nézed. Komolyan, olyan kis polgár vagy, miért kell lenézni a lábad elé? Nem is értem, ugye? nem azért mész, hogy messzire nézzél. Így van. Hát nem azért mész magasra, hogy messzire lássa. Így van. Hát most közelről a Madách téren is tudsz látni. Nem? Azért nem kell fölmenni. És magam elé az Erzsébet téren is le tudok nézni. Azért vagyok magas, hogy messzire nézzél. A lábam elé tudok bámulni Lőrinccel is. Azért nem kell. Pontosan. Szemetet akarsz látni, akkor nem megy sehova. Nézd le, azt ott van. Mondjuk a bosszantó. Ja. Úgyhogy ez volt tegnap. De mondom, a 4-es metróról én rosszat ez idáig nem tudok mondani. Tehát, hogy tök jó volt. Tényleg. Fel fogjuk fedezni majd az összes többit, és majd szépen lassan, mert most ezért nem fogok elmenni mondjuk ki Kelenföldre, de majd amikor majd megyünk ugye kitelepülésre, akkor így is. Hát nem egy hosszú út, szóval 8 kilométer igazából. Tehát én azt hittem, amikor először olvastam, hogy átadták, hogy ez valami a horror, tudod én, 15-20 kilométer. Halva hány megálló? 8,2? 8,3? Nagyon rövid kell. De nagyon jó volt, és aztán visszafelé természetesen a Calvin téren mentünk már át. Ugye a régihez, a jó beválthoz, a hármashoz, hát kicsit még fura volt. Még mi? Hát persze, óriási a kontraszt. Na jó van, szóval jó volt. Jó volt.
Jó van. Jól éreztük magunkat. Megint van így, megint két év a kapcsolatunk. De hogy... Fölfrissítettétek. De jó, egyébként. Hát ezt mindenkinek ajánlom, akinek van rá lehetőség, így időnként az egy a romcsizni párjával, jó. Persze, menjen. És ezt mindig ezt mondom erre, amikor mondják, hogy nem járt, nem, nincs pénze elmenni valahova, hogy nektek van bérletetek, ugye, tehát azzal utaztatok el, nem került kvázi pénzbe, és csak fölmentél a mit egy Citadellára egyet. Egy ezeres volt kettőnknek a Sziklatemplom, és az is bőven megérte. Igen, de és egyébként meg nézelőd, sétálsz kézen fogva, hogy tök jó dolgok, ilyen apróság. Hogy tud segíteni? Neked is még az orrod is kidugult. Így van. Lejött a csipeszról. És jól mondod, megfoghattam a kezét is. Megengedte. A drágám. Úri azt, hogy de elsőre a kezét megengedte. Illetve parancsba adta, pontosabban. Igen. Most igen. Fogom a kezem, most igen. Belejárt. Igen, szerelmesen a szemembe. Igen, drágám. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Gyerekek, itt olyan meleg van. Mi van? Mi lesz itt nyáron, ha már most ilyen meleg van? Mindjárt indítok valamit. Nem érzitek? De, meg ugye? Rossz a levegő, meg ilyesmi, de hát ezt már megszokjuk. Igen, itt kicsit beízítom a klímát. Na, azt mondja, hogy Esztergom belterületén mérnek a körforgalom után a városközpont felé tartókat. Ablakos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kőér utcánál hiénák mérnek a Vaspálya utca felől mentőket. Gyimi küldi nekünk. M3-ason 124-125-ös kilométer között Nyíregyháza felé műszaki hívás kamion a leállósában. Pisti és Adri. Üzeni nekünk, Szántóföld utca szintén mérnek, Zsani küldte, ez a 15. kerület. Trafia 81-es kilométernél Szeged felé az M5-ösön, és a Sormási pihenőnél méri a tempót a hatóság, ez Letenye irányában van az M7-esen. Bár fél hétkor ilyen aktívak gyerekek. Hát, mi lesz itt 8-kor, mi lesz itt 9-kor? De lehet, hogy addigra kell teljesíteni egy nagyobb összeget, azt most belehúznak 8-ig. Nem olvastam most, hogy eddig mennyi jött össze. Nem közlik. Na, szokták. Igen? Igen, szokták. Ugye azt mondja, április-májusig összejött, mit tudom én, hány milliárd forint. Tehát ezek milliárdos tételek. De most nem olvastam, nem láttam még. Belenéztem tegnap a Dortmund Reálba. Fú, gyerekek, nagyon jó meccs volt. Úgy játszott a Dortmund, hogy ez valami elképesztő. Ki azt látta, hogy Cristiano Ronaldo sérült volt? Igen, hát még nagyon-nagyon-nagyon gólerősen játszottak, nagyon szépen játszottak. Én még nem is láttam a Reált ennyire szenvedni. Szóval olyan volt, mintha valami NB1-es csapat ellen játszott volna a Dortmund. Egyszer nem volt náluk a labda. Én csak az első fél időt láttam, pedig labdabirtoklás 50-50-re jött ki a végére, de mégis úgy tűnt, mintha egész egyszerűen nem lenne náluk a labda. 1-11-es kimaradt a Reálnak, és utána azonnal lőtt kettőt a Dortmund. Ugye hármat kellett volna lőni, hogy legyen esélyük. Végül is aztán nem sikerült, ahogy olvastam, mert nem tudtam végignézni a második fél időt. De nagyon jó meccs volt. Igen, szép játék, jó meccs játék volt. De majd a tévéből nézik a BL-t. Igen. Tehát hármat fogni a Reálon úgy, hogy abból kettőt sikerül, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. De hát gyerekek, azért, tehát a Reál azért... Azért ez csak a Reál, most, hogy voltál meccsen. Most már másra nem tudunk rukkolni. Pontosan ezért néztem beléjük. Kíváncsi voltam, hogy Cristiano Ronaldo beáll-e második fél időre, de végül is nem állították be. Viszont kihúzták. A vicces, tehát, hogy ennyit jelent ám egy ember. Hát azért gondolom, hát, hogy csak van még egy-két ilyen jó focista. Nem is effektíve az, hogy gólt lő. Nyilván az is, hanem a rutinja, a hozzáállása, a mentalitása az, amennyivel többet tud segíteni a többieken, hogy ott van. Maga a jelenlét. Aha. Tehát nem feltétlen csak az, hogy ő most gólt lő, mert nem biztos, hogy a Cristiano Ronaldo lőtt volna. Egyszerűen ad egyfajta magabiztosságot, hogy ott van az a játékos, aki viszi a hátán a csapatot, de nem volt még 100%-os, úgyhogy Ancelotti bácsi nem állította be. Pihen egy kicsit. Biztos az új friszkóját csinálják. Ott volt. Persze, bezserizett hajjal, ahogy kell. Hát gyerekek, ez csak így lehet. Úgyhogy ott volt, integetett a többieknek hatalmas nagy ilyen kabátkában, biztos hideg volt Dortmundban. Úgyhogy ott volt ő is, csak nem tudott beállni. De mindegy, úgyhogy jó kis meccs volt. A másikat nem tudom, ki közvetítette. Az a Chelsea-t, az hol adták, nem tudod? A Digin, vagy ez ki közvetítette? Meg lapozgattam ezt, vissza abba is belenéztem volna, de azt nem találtam. Mindegy is. Szó. Tök mindegy. Ki? De nem ki, hol? Hol? Sima sporton? Jó, mert azt nem találtam, de akkor bénáztam. Mm. Na mindegy, jó, a játék, ami a helyzet? Hát a játékkal az a helyzet, hogy egy-egy, tehát, hogy makulátlan hatet már biztos nem fogunk csinálni, de... Nem is volt cél, halott. De nem is volt cél, persze. Ugye? Szépen jövünk ki belőle. Jó lett volna, de hát... Úgyhogy tegnap játszottál egyet. Igen, és nem találtál fogást. Nem sikerült. Kihúzta, pedig próbálta mindent, de kihúzta. Úgyhogy hát egy-egy van, egyelőre még eléggé nyitott a hét.
Jó, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne, és akkor megnézzük. Jó lenne akár egy 3-2-re is, nem? Jó, nem, az olyan szánalmas, ne, ez nem te vagy. Mit akarsz, 4-1-et? Nem, az tök mindegy, csak nehogy jó lenne, jó lesz. Úgy fáját. Hát nem azt akartam csak megértetni veletek, hogy jó lenne, ha nyernénk. Aha. Mindegy, hogy milyen aránya. Mert a múlt hetet buktuk, és az előtti hetet is buktuk, azt hiszem talán. Igen, 2 van mögöttünk, ami nem a miénk. Igen, ha nem akarjuk végérvényesen elkoptatni a renoménkat, akkor viszont jó lenne nyerni. Na, a sport egy adta. Kibírtad, hogy nem néztél Trónok harcát? Persze. Én sem néztem még, mert még várok egy-két részt, és akkor megnézem, vagy elkezdem. És nem olvasok el semmit, amivel kapcsolatos most már. Tehát, hogy még eleinte egy-két cikket elolvasgattam, aha, még az évad előtt, mielőtt elkezdődött volna, de mostantól már semmit nem vagyok hajlandó, mert hogy egyrészt nem akarok semmiféle ilyen spoileres kis értekezésbe belefutni, másrészt meg szeretném tényleg az élményt úgy, ahogy van befogadni, úgy magán, majd 4 részben. Igen, hiszem, hogy már este letöltöm valami ilyen set-top boxból, megnézem, és holnap reggel elmesélem nektek. Milyen ideges lenne a Jani? Na figyelj, Jani, az volt... Figyelj, az van a negyedik évadban. Az első részben. Viharban született Daenerys, meg... kezd el az első évaddal egyébként. De nem érdekel, csak azért, nem, hogy a Janinak kinyírjam az élményét, mert egy rendes csávó vagyok. Az a baj, nem tudnád, hogy ki kicsoda. Tehát nem tudnál olyat mondani, hogy ki menne. Szerintem az összefüggéseket kell nagyon érteni, hogy ki ellen van. Hú, de nagyon durvák jönnek egyébként, nem tudom, hogy olvasgattál most cikket arról, hogy miért jönnek most tavasszal. Milyen sorozatok jönnek? Igen. Lesz egy, többet is lehetne mondani, hogy lesz egy, a sajnos csak valamikor nyár elején fog bedurrani, de ennek már az alapból felkeltett az érdeklődés, hogy Michael Bay sztoriról van szó, szóval Last Ship az a címe. Nagyon durva, egy járvány gyakorlatilag az emberiség nagy részét kipusztítja, és marad egy hajó, ami északról jön vissza, az amerikai haditengerészetnek egy hajója, és gyakorlatilag az lesz a feladatuk, hogy megtalálják az ellenszert. De aha, közben... De lesz náluk egy síp, amivel szólnak. Na így van. Jól érzed. Ez a mágikus sípról szól. Így van. Megfújja és elmúlik a betegség. Így van, kicsit így ilyen varázsceruza után érzed egy... Na ezt nagyon várom. Hát megnéztem a trailerét, és konkrétan mint egy mozifilm. Tehát, hogy nem is az, hogy egy tévésorozat. Hát ezért jó a sorozatok, mert már jobbak, mint a mozifilmek. És a Dallasból már lement 5 rész, csak mondom. Yeah. Na, jó van. Az gyűjjön csak. Micsoda? Óriási. Mindjárt öreg Jockey meghalt. Sokkal nagyobb kavarások vannak, mióta nincs. Fie Cliff Barnes, Bobby Ewing, ott vannak benne. És a Cliff olyat kavar, hogy megőrülsz. Nagyon nagy. Most fogjuk majd leszedni azt is. Lement 5 vagy 6 rész Amerikában. Ez az új évad, mióta a Jockey ugye nincsen. Na jó van, lehet jelentkezni játékra. Jó, visszatérve a műsorhoz, mindenki nyugodtan írjon nekünk SMS-t, valakit választunk, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggelt mindenkinek, 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Játszunk gyorsan, előtte egy közlekedés Pomáz és Pilis-Szentkereszt között. Szentkereszt irányában 30-40 biciklis egy egész sávot elfoglalva teker. Előzni nem lehet őket, ezért dugó alakult ki mögöttük, az autók haladási sebessége 0,2. Ezt Marci. Bevállalós. Ebben a szélben mondjuk Szentkeresztről föltekerni dobogókőre, az egy szép kis túra, ráadásul mondjuk Pomázról, egészen dobogókőig. Na jól van, egy-egy van jelen pillanatban, ugye? És itt van már is egy újabb játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, fiúk. Hello, Andi. Sziasztok, jó reggelt. Andi, mi a helyzet? Hú, semmi, kisfiam mondta, hogy jelentkezzek a játékra, és sikerült is. Na, tényleg? Ő tanácsolta, hogy nevezd be? Igen, ő titeket hallgat minden reggel, és ez a kedvence, ez a fekete-fehér, igen, nem. Miért nem ő játszott? Hát most ő egy kicsit izgul, úgyhogy mondta, hogy inkább én próbálkozzak, hát, hogy ügyesebb leszek. Uh-huh. Játszottál már valakivel, vagy kipróbáltad? Még soha. Rádióban is most játszok először, úgyhogy abszolút kezdő vagyok. És ott ül valahol és hallgat téged? Igen, ő kim van a nappaliban, én meg bejöttem egy másik szobába. De helyes. Hajrá, Dani, szevasz! Így van, és köszi, hogy te minket hallgatsz. Miért te kit hallgatsz egyébként? Ekkor a lakás? Igen. Andi, kivel szeretné játszani? Erivel szeretnék. Remek választás. Jani. Ja, én? Igen. Jó ízléssel, val akartam mondani, Feri. Jó. Na, indítjuk az órát, jó? És akkor kezdjük.
3, 2, 1, fire! Andi, voltál már kint a homokpuszta gyepen? Homokpuszta? Homokpuszta gyep. Ez ott van mellettetek, tudtad? Még nem sikerült. Istenem! Ügyes volt az anyu, ugye? Volt, Feri. Bocs, Dani, ne haragudj, hogy kinyírtam anyut. Szép volt, Feri. Lánza. Hát, Andi, ez nem volt egy hosszú játék. Ez nem. És akkor még nem is beszélgettünk a fényes poloska magról, ami ott található. Gondolom felcsillant a szemetek, ugye? Ez legalább olyan lesz, új célod van a szívalakútó után, a fényes poloska mag felfedezése. Hát ugye, szívalakútó után sehol nem megyek. Én most nem mennék hát a nappaliba, Andi. Már én is félek. Nem baj, majd legközelebb próbálkozom, ügyesebb leszek. Elvárom. Mit látsz, Dani arcám? Csalódottságot. Igen, egész. Az, hogy ilyen béna anyukája van. Dehogy van, nagyon aranyos anyukája van, csak nem játszott még ilyen játékot. Megint tett egyet, azt mondta, anya, Jézusom, és elment reggelizni. Lehet, mi? Hogy ma nem megyek suliba, anya. Csak nem. Egyedül van, vagy van tesója? Egyedül van. Igen. Na jó van. Oké, hát köszi a játékot, rövid volt. Köszönöm én is, köszönöm, sziasztok. Köszi, Andi, hello. Gyerekek, jó van. Jó ez. 2-1. Na. Még két sanszunk van arra, hogy behúzzuk a helyzetet. Hát csak egyet ne kell. Egyet kell behozni, és meg vagyunk. Igen, csak azért mondom, hogy két sanszunk is van rá. Igen, de ha behúzzuk holnap, vagy behúzzuk holnap után, akkor tulajdonképpen meg is vagyunk. Írja valaki, Lóra Balázs. Mondtam, hogy lovagolni fogok? Vagy mondtad? Mondtam? Nem mondtam. Említettem? Nem. Focit említettél. Csak gondoltam, és már ő kitalálta? Vagy mi ez a Lóra Balázs? Aha. Hát nem tudom. De akkor kezdjük úgy, hogy gondoltál rá? Nem, mostanában egyébként igen újra, hogy kicsit el kéne menni lovagolni. Ja, de nem, azt írja, hogy Lóra Balázs. Akkor vagy Lóra? Igen. Vagy ő Lóra? Ja, az is lehet egyébként. Lóra Balázs? Lóra Balázs. Lóra Balázs jelentkezik a játékra? Vagy a fenomén, vagy én nem tudom, gondolatolvasom. Hogy belelát a fejembe, igen. Már megint összekuszálódtak a hárpullámok a chemtrail csíkokkal. Ezért romlott el az időjárás, ugye Balázs? El, az tegnap az volt velem. Tényleg, így történt? Halál komolyan, egyszer nem is tudom, hogy történt ez az egész. Parancsolsz? Ez a hárp gyerekek, hát szörnyű, miket csinálnak. Na jó van. Oké, jönnek újra hírek. Előtt egy kis reklám. Jó, közlekedési híreket várunk az ismert SMS számunkra, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Sziasztok, jó reggelt, és Isten hozta a régi Zsuzsát is. Ah, visszatér. Zsuzsa a tegnapi szolid öltözet után újra dobott egyet a nézőknek. Tegnap nagyon szolid volt, rászóltak, vagy mi volt? Uh-huh. Tegnap nagyon ilyen öreg lányos volt tegnap. Igen, ilyen furán fodrozott cucca volt, kicsit harmonizált a fal burkolattal. Igen, tegnap nagyon... Nagyon ilyen Audrey Hepburnös volt, ilyen kis visszafogott, ilyen kis nem tudom, de ma megint oda dobta magát. Haj, fölfog. Tegnap, az a nyakig begombolt felső. Teljesen értelmes. Zsuzsa, te nem ez vagy. Milyen tett, és a Pakmanon is az a nyakig begombolt felső. Hát miért nem gombol egy? Na ki van, Pakman vagy a Kárász? Nem, Kárász úr van. Szürke úr? Igen? Gyerekek, most komolyan mondom, mondjátok meg, velem van-e a baj. Én nem akarok... Csak ittam egy kortyot a gyógytámból. A prostatára kiváló. Igen? Igen, de ülőfürdőnek. Igen. Ne, megint szóval. Nem tudom, hogy velem van-e a baj, de és nem tudom ezt az Adélt hova tenni, szóval, hogy imádom, mert jó hangja van, de én nem biztos, hogy ezt az Adélt akarom reggel hallani, tényleg. Szóval, hogy nem is Adél volt. Nem, ráadásul. Na, hát akkor lehet, meg pláne. Lehet, hogy ő énekel, de ki ez volt egy igazi Avancsi. Avancsi volt. Hát akkor most ezzel komolyan ez az Avancsival is beszélnem kell. Az Avancsinak vannak jó dalai, ami vidám. De tényleg az jut eszembe, amit te is mondtál itt nekem, hogy éppen szakítasz, elválsz, ülsz egy pohár viszki mellett, szívod a szivart, a feleséged elhagyott, még kinézel az ablakon, látod, hogy ül be egy taxiba, visszainteget, és elmegy az új pasiához. És így ülsz, és azt mondod, hogy vége. Igen. Nem érdemes. Ránézel a képre, a közös képetekre, ami még úgy mind a ketten boldognak tűntök, szépen lefordítod, leteszed, és aztán pedig ránézel arra a 30 bogyóra, amit már oda készítettél magadnak, a zsillett pengére. És megszólal ez. A gyerekek, ez az Adél, csak mondom egyébként. Ője nekem? Hát, most de jó vagy, nem, jó. Most azért... Aha. Hát most ez nem az Adél? Hát ez az Adél. Ez nekem Adélnek tűnik. Hát persze, ez az Adél. Adélos.
vannak acélos dalok. És igen, de ez most miért viszel rossz útra? Hát, ne, mondom, hogy az Adél. Hát az van odaírva, hogy Avancsi. Hát félreértés ne esik, ez egy rendkívül igényes zene. Hát teljesen rendben van, de például Adélnél sem nagyon tudom, hogy most miért szomorú. Egyébként nem. Tehát, hogy... Nem tudom. Fogyott is most, fogyott gyerek, is egyébként, megvan pénz. Így van. Nem kevés. Igen. Egészség van, tényleg. Fogyott? Van. Uh-huh. Fogyott sokat? Sokat. Igen. Még kövér volt? Nem, volt nem. Kövér. Nem, csak ahhoz képest fogyott, amilyen volt korábban, de azt is nagyon sokan szerették. Az is nagyon fiatal. És a fogyás szomorúsága jár? Nem tudom, Feri, te, vagy te se tudod. Honnan tudnám? Aki fogyok, urázik, az szomorú? Igen, tehát, mert nekem szomorúnak kell lennem így 7 óra után 10 perccel? Csak kérdezem. Fogyózol? Nem, csak hogy Adél szomorú, mert fogyókúrázik, akkor még kell mindenkinek szomorúnak lenni, aki az ő Avancsival egybe kötött duettjét hallgatja, érted? Hát miért nem lehet vidámnak lenni? Figyelj, vagy fogalmazunk, hogy fehér pecsényével nem lehet tunkolni. Ez is igaz. Érted, ha a szalonnát akarsz sütni, oda szalonnak kell. Na mindegy, jó, nem, csak úgy hallgattam ezt kint, ezt a zenét, hát mondom, nem leszek jobb kedvű. Hát de hova már, így is jó kedved van. Ha Adél, ha nem Adél. Nekem mindegy, hogy Adél vagy nem. Az biztos, hogy Avancsi. Avancsi követte el ezt. De hogy most ez Adél vagy nem Adél, azt sose tudjuk meg. De mindegy is igazából. Na, a lényeg, hogy küldtek nekünk közlekedési híreket, hallgatók. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó feje. Kortyoltál egy kicsit a gyógyát? Ah, gyerek, muszáj. Napi 3 litert meg kell innom. 3 litert meg kell innom, hogy helyreálljon a prosztatám. M0-56-os kilométer a felüljárón megint koldul az állam. Jaj, de szép. Marcus küldte nekünk, ugye ez trafipaxot jelent. Nyilván, ugye hát megy a központi költségvetésbe, úgyhogy mindenki figyeljen, nem is azért, mert hogy hova megy, egyszerűen nem kell gyorsan menni, és akkor az embert nem fogják lefotózni. M0-as 55-ös kilométer trafi, ez ugyanaz a felüljáróról, az M3-as felé, Kalambó is elküldte nekünk, köszönjük szépen. A 4-es debreceni elkerülő szakaszán a 4-es és az 5-ös kilométer között egy fehér Suzuki-ból mérik a Nyíregyháza felől érkezőket, ezt Erzsó küldte nekünk. Szolnok, Cegléd, Budapest, nyugati leszakadt felsővezeték miatt késő vonatok, és emiatt ideges utasok. Ezt Sasszek küldte nekünk. Ez a felsővezeték szakadás, ez magyarázza már el nekem valaki, hogy ez hogy van. Lóg a vezeték, és egyszer csak leszakad, de mitől? Tehát arra nem tesznek semmilyen súlyt. Nem történik semmi. Ha ráesik az eső, egyszer csak leszakad. Biztos előregedett. Ha rászáll egy strutz például, azt nem bírja. És egyik pillanatban lóg, a másik pillanatban egyszer csak leszakad. Megfáradt az anyag. És elszakad a felső vezeték. Mert tényleg? Úgy van, hogy télen megfeszül, nyáron lelóg, és ezt nem bírja egy idő után. Ez van. Érted? Ahol felső vezeték van, ott felső vezeték szakadás is előfordul. Jó, nem csak, hogy vagy valaki ilyenkor oda megy és belevág egy kis metszólóval, és megpróbál egy kisebb kis kábel köteget elvinni, mert azt hiszi, hogy azt tudja értékesíteni. Kimerek a szerelők, ha már bejelentették, hogy felső vezeték szakadás van, de nem találnak belőle 150 métert. De jó, ez szakadt. Na mindegy, jó. Csak ezt nem értem, ezt a szakadást, hogy ez hogy van. Ott nem loptak egyébként el felső vezetéket, hanem az történt, hogy amikor elszakadt, akkor ugye így visszarántódott a két irányba, tudod, a vezeték, mint a gumi, amikor elvágod. Középen kivágtak, nem leopták el. Így. Elszakadt, és smuty! Így két oldalra. Na csak mondom, hogy Audra Mae. Legalábbis így van. Mi? Ez a felső vezeték? Audra Mae. Így van, ez igen. Szuahéli. Igen, ez szuahéli nyelven, ez Audra Mae az a felső vezeték. Audra Mae. Hát most én már megnézem ezt, hogy néz ki. Megnézem, hogy ez hát hogy most már megnézem, hogy miért ennyire szomorú. Na, van oka? Jó, de hát... Írják a Durának is, meg a Audrának is, ahogy látom. Mi valahogy így hívják. Audra. Hmm. Egyébként. Hasonlít Adélhoz. Azért gondoltam én, hogy ő az Adél a hangja alapján, mert kinézetre viszont hasonlít az Adélhoz. Hát én nem... De szomorú lennék. Egy tök helyes csaj. Egy kicsit idősebb, ilyen középkorú, már egy jóféle milve hajló. Uh-huh. Mi van? Nézel? Mennyire hasonlít egyébként az Adélra? Egy tökre hasonlít az Adélra egyébként, igen. Helyes csaj, egy helyes nő, inkább így mondom. Miért szomorú? Elvált? Hát, válik? Vagy még nem vették feleségül? Vagy még nem vett el senki? Nem. Vagy szakítottak? Megcsalták? Mi történt? Azért szomorú, mert mindenki a hangja alapján Adélhoz hasonlítja. Ja, mondjuk az egy szörnyű kereszt lehet, hogyha tényleg hasonlít a hangja. Hát, ja, most én is rákerestem. Most a gyerekek, az Audra Mae az nem az Adél, mert itt valaki meg azt írja, az Audra Mae az pedig az Adélnak az eredeti neve. Nem lehet, ő nem Adél. Nem. Audra Mae a képek alapján nem Adél. Nem Adél? Adél.
Nem a dél. De hogy a dél? Hogy lenne már a dél? Én meg vele kapcsolatban azt látom, itt most még nem nyitottam meg az oldalt, hogy, hogy Wiki. Wikipédia az eredeti. Nem. Azért. Nem. Na jó. Nem az a dél. Na mindegy. Égetjük még magunkat egy picit. Vagy megyünk tovább. Én szeretem, ez jó. Nem, komolyan kíváncsi voltam, hogy miért ennyire szomorú ez a lány. Vagy ez a nő. Vannak személyek, akiknek tehát, hogy belülről jön, és nem tudsz vele mit csinálni. Ő ilyen lehet, ugye? Tehát, hogy mindegy, hogy mit akkor viszel is szomorú, amikor, nem, amikor már senki nem ért, hogy miért szomorú, hogy de figyelj, most vettél egyiket egy 30 hektáros parkot, meg egy kastélyt, érted, most kaptad meg a 10. Grammy díjadat. Szeretnek. Érted, hogy miért is? Ja. Jaj, hagyjatok olyan szomorú, de miért is? De hozott rócsát a férjére. A gyerek is jól van. Oszkár Díjas a legutóbbi betétdalod. Igen, van az a szó, akivel nem tudsz mit csinálni, mindig szomorú. Egyébként igen. Na mindegy. Gyerekek, viszont szörnyű híreket olvasok most újra Pest megyével kapcsolatban. Az egyik településen mi történt? Nem tudjuk. Ki mi? Bukkant föl elő, mi bukkant föl elő újra? Mi ütötte fel a fejét? Élőlény. Élőlény, így igen, van. Várjál, ember vagy állat? Állat. Állat. És megint hívni kell az észventúrát, a magyar észventúrát, hogy fogja el, fogja be. Medve. Nem. Ő nem olyan típusú állatokat fog be. Az a Gyula, aki ilyeneket befog. Arany sakál? Ki? Nem. Újra támad az aligátor, a vérteknős. Atya úristen. Igen. 1-0 vérteknős javára, és állítólag Bodzoli, ami nagy észventúra barátunk, az állatbefogó, Magyarország állatbefogója, hüllőbefogója, újra akcióba kellett, hogy lendüljön, mert támad a vérteknős. Na, én most azt nem értem, hogy a múltkor, amikor beszéltünk, akkor ezt nem fogták be, ezt a vérteknős? De vagy ez más, mert több vérteknős vagy azóta, te talált magának valahol kint egy nőstényt, elkapta, és gyorsan, így van, gyorsan vérfertőztek, és azóta szaporodtok, ez egy új, vagy mi ez? Ez egy ilyen magyaros szokás? Vagy nem lehet, hogy az van, hogy valakinek nagyon sok ilyen aligátor teknőse volt, ugye? Igen, és itt hagyta a kert kaput. Hát vagy ők maguk nyitották ki, mert az okosság ezzel vigyázzák. Nem, az van, hogy ezek úgy kerülnek ki szegények a szabadba, hogy megunja a gazdája, mert már nem fér el. Nagy lett, vagy veszélyes lett. Neki több ilyen volt, és szétszólt. De mi van, ha eltűnik? Tehát, hogyha nekem van egy aligátor teknőse, mint a hajtójéknál. Tessék, csak ugye ott igen, akkor nem találjuk. Ha eltűnik, az azt jelenti, hogy nincs meg. És akkor valahonnan megszökik, nem? Tehát ez nem mindig emberek adják le, hogy ez a teknős ez most menjen, mert ők megunták, hanem lehet, hogy mondjuk kimászott a teráriumból, lehúzták, bement a WC-be, csatorna, és akkor úgy egyszer csak előkerül. De most állítólag ez egy másik aligátor teknős, ami riogatja ott a Pest megyei lakosokat. A riogatást hogy kell érteni? Így. Kaffog. Tessék? A patakparton kaffog. Nem, állítólag úgy látták meg, hogy napozott. Aha, igen. Hú, de félelmetesen hangzik. Napozott a teki. És kihívták ugye a Bodzolit, hogy kapja el a tekit, de akkor ahhoz valakinek... Pedig a teki szokott elkapni másokat. Igen, a teket szokták hívni, de most a teki napozott, és a Bodzolit riasztották állítólag, de mindjárt utána járunk, hogy számoljon le ezzel a vértekmessel. És mire kiért, addigra elment a nap, és eltűnt a teknős. Én sűrűn vagyok a kertemben. Igen. Metszegettem a fákat, tegnap is egy csomó mindent beszélgettem a kertészel. Felügyelő japán cseresznyének a cseperedését. Japán cseresznye, sima körtefa, igen. Tegnap egy fél órát beszélgettem a kertészel a tujametszésről, hogy kell, miért kell, és hogy majd kell. Majd megmetszetted vele. Akát vanítani, és mi az a permet, és hogyan tudjuk a már elhaló félben lévő akácot megmenteni. Hogy tegnap, kiművelted magad? Tegnap ilyen beszélgetéseim voltak. De hogy... Ha ott napozna ez az aligátor teknős az én kertemben, hát hogy én nem hívnám a Bodzolit, hanem saját kézzel próbálnám befogni, az biztos. Hát nem? Saját kézzel. Hát, megfogod a két hátsó lábát. Nem veszélytelen. És mit csinálsz? Megpörgeted? És átdobod a szomszédhoz. Igen. Nem, hát valahogy nyilván, ha ott van egy teknős, hát azt gondolod, hogy mire az kiér, meg hívod, átjön. De addigra... azt mondják, hogy ez iszonyú veszélyes, hogy állítólag simán leharapja az embernek az ujját. Tehát akkor ilyenkor valami cselhez kell folyamodni, hogy valamilyen el kell terelni a figyelmet. Például elélőkni a kertészt. Harapja meg őt. Igen. Persze. Ne, hát megmondom, igen, hogy Lacikám, azt a kőhalmot tedd már arrébb, légy szíves, ott a... és nem tudná, hogy teknős. Fognék egy vödröt, ráfordítanám és ráülnék. Nem fér rá. De miért bánnál így túlmetszetted a tojákat, eljöhetsz ki. Nem, ha látnék egy ilyen teknőst, most kitáltam, mit csinálnék. Hoznék egy vödröt, igen. Rádobnám a vödröt, a teknőse,
Egy ilyen nagyobb vödröt, egy 20 literes vödör, az már ráfér szerintem, mert nem tudom mekkora egy ilyen. Hát ez 30-40 centis. Uh-huh. Aha. Az alligátor teknős. Hát akkor hozzék egy pokrocot. Igen, nagyon pokrocot. Jó. Mert igen. A teknős sötétben nem megy sehova. Hiszen pihen. Ezt így, nem? Ezt olvastad? Vagy ezt tudom, hogy ezt a teknős sötétben nem közlekedik. Értem. Mit csinálsz pokrocot? Teszel rá és rájössz. És azt hiszi, hogy este van. És elalszik. És szépen elalszik. De tényleg, ha mondjuk jön ez a tekés, és ráülök, akkor nem tud megharapni. Uh-huh. Tehát a teknős bizonyos ideig tudja csak nyújtogatni a fejét. Tehát ez nem olyan félelmetes, hogy ez egy állatbefogó kelljen. És ha van nem? egy kinéző ablak a, hát, a páncéljának a tetején is ott harap ki. Aha, igen, elrejti a fejét, és egy periszkóp kinéz a páncélon. Felnyergeni nem tudnád? Oda lesz nyerget, dobsz a hátára. Zablát teszek a szájába, igen, meg kihúzom a kengyelt. És aztán betöröd. És ő lesz a te kis mustángod. És suttogó módszerrel ráveszem, hogy kövessen engem mindenhova a kis figyeljetek, karámba. Olyanról hallottunk már, hogy egyébként bántott valakit ez a teknős? Vagy egy ilyen teknős? Tehát, igen. Igen, hallottunk? Igen, van, és nem csak leharapta az ujját. Igen. Jó, de hát ha szemből mész oda, és nyújtogatod az ujjadat, persze, hogy leharapja. Hátul kell megfogni, a két lábánál hirtelen fölrántani. Fogod is. Aha. Így fölrántod. Aha. Az a teknős akkor nem tud megharapni. Ez nem olyan, mint a kígyó, hogy visszafordul, visszakanyarodik, mert hogy hajlékony. Nem lehet, hogy az csak egy nagy dumás esztergályos volt, aki azt híresztelte, hogy az ő ujjai azért hiányoznak, mert leharapta egy teknős, és ha fizetnek egy kört, el is meséli a sztori. Igen. Na most, ha nekem van egy ilyen tekim, és mondjuk nem hívom a Magyarország észventúráját. Igen. Akkor én mire tudok hasznosítani egy ilyen teknőst? Tessék, mit lehet vele csinálni? Nem lehet belőle házi szökőkutat csinálni? Megfúrom a páncélt, bevezetek és akkor csak kérdezem, hát egy ilyen teknős otthon hasznosítható? Csak teráriumba tudok egy ilyen teknőst tenni? Nem tudom semmire hasznosítani? Szerintem. Hát aztán az nagyon félre. Tehát házőzőnek egy ilyen kis házat tudod érte. De mit tudom én, valamit csak lehet vele csinálni. Zsámolynak. Mozgó zsámoly. Mozgó zsámoly. A polcra, ha fel akarsz nyúlni, és nem éred el, akkor oda jön. Szó. Igen. Nem jó? Hát vagy mozgó kiskertnek. Lehetne rá ültetni ilyen kis vagy hívjákokat, ilyen kis ilyen kővirágokat, meg vagy hívjákokat, kaktuszokat, meg ilyeneket. Ilyen senkinek nincsen. Most láttam a Breaking Bad-ben, a második évadban, hogy úgy tréfálták meg a rendőröket, hogy megölték az összeset. Hogy levágtak egy fejet, és rátették egy... Jaj, de kis ilyen jó vicces. Rátették egy teknősnek a hátára. Aha. És ment a teknős rajta egy fejjel. És a rendőrök így körbeállták, hogy te jó Isten, hát ez milyen durva a Zetász, ugye, hogy már ilyeneket csinálnak, a Mexikóból hozták át a teknős, és ott volt rajta egy fej. Hát mire az átért? Igen, és ment a teki. És a sok hülye rendőr köré gyűlt, tudod, így nézegették, és valaki messziről megnyomott egy és felrobbantották? Egy robbanófejet, és felrobbant a teknős, felrobbant a fej, és 15 rendőr azonnal. Na, mindegy, hát én ilyen világsorozatokat nézek. Hát akkor mi használ, de igen, veletek mi üsek. Ennyit már Lozettászról, jól ám, hogyatok szépeket, jó. Kamerát nem tudok rászerelni, és lesz egy ilyen mozgó járőröm, amit te mondasz, hogy rakok rá egy kicsit fejkamerát. Elengedem a kertben, nekem van bent egy monitorom. Hát igen, csak bizonyosan könnyű mögötte maradni. Na jó, de akkor rakok rá egy 360 fokos kamerát, kirakom a kertbe, ő sétálgat, és lesz egy ilyen mobil kamerám. Nem? Bent nekem van egy monitorom, és nézem, hogy ki akar betörni a kertbe. Sipolni nem sipol, vagy jelezni nem jelez, de egy mozgó kamerával tudom figyelni. Hm? És mivel tudod rábírni a teknőst, hogy megforduljon, hogy mi van mögötte? Csettintesz. Megtanítom. Figyelj, egy ilyen tekivel szerintem a Benni tök jól el lenne. Tök jól el lenne. Remek ötlet. Remek ötlet, miután most mondtuk el, hogy leszokott tépni emberi ujjakat. Á, szerintem ez nem, ez túlzás. Szerintem ez a Bodzoli nagyítja fel, hogy az ő érdeme, hogy legyen melója. Legyen belőle egy harmadik oldal. Senki ne nyúljon hozzá, majd én jövök. De hát ez egy kis egér, Zoli, nem kell, ez meg tudjuk fogni. Ez egy kis gekkó, csak napozni jön. Nem lehet, hogy ez nem is annyira veszélyes ez a teknős. Hát, én nem olvastam, hogy hallottam, hogy egyébként azok közül, akik észlelték ilyen járókelők, meg arrafele futók, meg mit tudom én, gyerekek, meg kismamák, akik aratolták a babakocsit, amikor is sérültek volna egy ilyen aligátor. Hogy ráugrott, rávetette magát egy aligátor teknős. Na mindegy, itt van az az ember, aki újra befogta, vagy csak próbál befogni egy újabb aligátor teknős. Bodzoli, hello Zoli, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok! Na mi van, te kis észventúra, újra akcióban vagy? Hát majdnem, hogy ugyanott, ahol múlt évben is. Uh-huh. Tehát újra láttak egyet napozni, egy terhes néni. Kérdezed, egy teljes nénike ment, és kérdezed, hogy ott napozott megint egy aligátor teknős, csinált róla fényképet is, le is fényképezte, és hát nem ugrándozott utána, ez természetes volt,
hanem inkább hívott engem. Ja, tehát ő is lett, hogy ez egy élőlény, nem pedig egy új köztéri szobor. Nem. És akkor fölismerhető a fényképen az aligátor technős? Felismerhető, de engem jobban érdekel a terhes nédike, tehát mennyi volt? 70-75, mert azért szerintem ez már jobb vonal, mint az aligátor technős. És ő szólt neked, hogy gyere Zoli, fogd meg a teknőst? Igen, így volt, hogy látta, ez egy lakópark közelében volt, és ott napozott a teknős, hát azért meg voltak ijedve, tehát aki nem ismeri ezt az állatot, az meg van ijedve. Természetesen azért ugye erős harapása van ennek az állatnak, hát ez nem túlzás, hanem tényleg erős harapása van, ez tele van az internet is ezekkel a videókkal, tehát nem véletlenül kapta a nevét, ugye aligátor teknős, az állkapcsáról kapta ezt a nevet, tehát nagyon erős a harapása. Uh-huh. Zoli, figyelj, most tényleg öntsünk tiszta vizet a pohárba. Hány órakor szoktad, éjfél körül szoktad kirakni az aligátor teknőst, hogy másnap cikk legyen belőle? Tényleg? Hányat engedtél már el? És nekem ilyenkor... nincs aligátor teknősöm. A Szilágyi elvitte magával, amit útkó befogtunk. És a Szilágyi most külföldön van, de az is nehezíti a munkámat, a Szilágyi most dubajozik Dubajba. Bocsánat, én lehet, hogy leestem valamire. Ki az a Szilágyi? A Szilágyi a haverja, akivel a múltkor észlelték. Akivel aligátor teknős. Ja, na, ő a nagy befogó. Igen, a nagy befogó. Állnak benn derékig a vízbe, és várják az aligátor teknős, de ők így mulatnak. Hát. És nem nézhet ki rosszul egyébként, mert mi fotót nem láttunk rajta, de ha dubajozik. Mennyi? 1000 euró? 2000 euró? Egy óra? Csak fürdenie kell a medencébe? Valami farkasos konferenciában. Na hát igazából mit féletéve, tehát ezt az állatot, ezt ugyanott, tehát egy kicsit följebb, tehát ugyanúgy a Pest megyei településen, egy kicsit pár kilométerre följebb a patak partján látták. Körülbelül akkor lehet az állat, hanem egy kicsit kisebb, tehát fénykép alapján egy kicsit kisebb lehet. Én valószínűsítem, hogy ez megszökött valakitől ott a környéken. Az is lehet, hogy egy megunt aligátor teknősről van szó, és úgy kiengedték. Figyelj, nem lehet, hogy ezek valahol szaporodnak, csak ti még nem találtátok meg a helyet? Hát most, és akkor ez a párja, vagy a gyereke, hát ezek most már folyamatosan jönnek, hát ennyi aligátor teknős szabadon sem volna. Ezek ekkorán kb. 10 évesek, tehát azért 10 év, azért csak észrevette valaki. Lassan Magyarországon több aligátor teknős él, mint mocsári teknős, olyan most a mocsári teknős. Aha. Figyelj, nem lehet, hogy ez a hajdúj és nem az, amit megtalált? És most ott Noncsika játszik egy másik teknős. Hát ez elég szép lenne ez a kertben. Ez a 8 kilós állat. És ezt most befogtad, vagy most ezt még keresed? Nem, ezt most az ugyanúgy keresünk. Tehát a látták természetesen, amiért kimentem, megint nem volt ott. Csak az állatnak a nyomai voltak ott, ugye, ahol napozott. De hát ugyanúgy fel kell állítani ezeket a csapdákat, hálókat. Reméljük, hogy megint egy másfél napos bújócska lesz ebből. Mert az, hogy napozott, milyen nyomokat hagyott egy állat, hogy törőtöző egy nap, némi napkrém. Naptejek ott, napteljes flakonok eldobott. Nem, igazából látni lehetett ugye a nyomát ott a parton, tehát hogy kikapaszkodott, hogy volt egy kis iszap, és ahogy kikapaszkodik, ott látni lehet az állatnak a karmait, tehát a nyomát. Figyelj, de múltkor is valami terhes nő vette észre, nem lehet, hogy ez a tekintet? Nem, a gyerekek vették. Ja, a gyerekek vették. Akkor gyerekek, az játszótér mellett volt. És ez ugyanazon a hasonló környéken? Tehát abban... Hasonló környéken, van ugyanaz a patak, csak följebb van. Tehát ez egy másfél kilométerre körülbelül följebb van. Uh-huh. Figyelj, és amikor téged hívogatnak telefonon, te pont akkor vadászol a tekire, és akkor megzavarnak? Vagy ez hogy van? Mert azt olvasom, hogy pont azért nem tudtad elfogni, mert közbe hívtak? Nem, azért volt. Az hívogatnak ugye a telefonon, az nem azért nem tudtam elkapni, azért, mert nem volt már ott a helyszínen. Tehát amikor kimentem, akkor már nem napozott ott. Tehát amikor lehet fényképezni, hogy amikor látták, ez természetesen mindig akkor van, amikor én kimegyek, akkor nincs ott az át, és keresni kell. Valahogy úgy fogom meg, hogy pár napra, vagy pár órára rá, biztos, hogy nincs ott már az állat terület. Arról mesélj már egy mondatot, hogy mi van, biztos volt már ilyen élményed, mert azt tudjuk, hogy mi van, amikor valódi, mint aligátor teknősöz hívnak, kimész, és tényleg ott van. De biztos van egy csomószor az, amikor emberek benéznek valamit, és rájössz, hogy ez nem azt, tehát hívott már olyan valaki, hogy kobra, volt nekem idős nénike Bács-Kiskun megyébe, aki felhívott már majdnem, hogy sírva, hogy egy hatalmas nagy kígyó van a kertbe, menjek egy 8 méteres kígyó, kimentem, és egy slag volt, tehát ott volt az öntözős slagja. Úgyhogy én Pest megyei katasztrófa védelemmel rohantam ki. Ugye, mert már volt ilyen, hogy tényleg megszokott valakit egy óriás kígyó, és egy nagy slag volt lefektetve ott a borsóültetvényen. Hát hallani ilyet legutóbb mondjuk Floridából, igen. Tehát, hogy valami nagy piton elkapott valakit ott a mocsár környékén, de azért ez Magyarországon nem annyira reális. Vannak ilyenek. Meg olyanok is vannak, hogy ugye az ember félelmében azt látja, amit nem szeretne, és akkor nekem is mondja, hogy egy 4-5 méteres csukló vastagságú piton, és amire kimegyek, akkor épp vagy egy 35-40 centis kis újszülő fizisikló. 4-5 méteres csukló vastagságú piton. És akkor olyat kimegyek a rendőrökkel, szilinázó rendőrautóval, és akkor kérünk, a rendőrökkel úgy nézünk, hogy épp hogy csak ott alig látjuk.
Tehát vannak ilyenek. Rendőrautóval jössz, ez nagyon menő. Tehát egy bejelentek valamit a kertem, akkor megérkezel egy szirénázó rendőrautóval. És nem tartanak ott utána. Na ez itt a lényeg. Figyelj, ezt nem lehet valahogy szólongatni, hogy előjöjjön, vagy nem vetétek észre, hogy valamire fülel, vagy figyel semmi? Nem, lehet, ezt ugyanúgy elő kell csalogatni, tudod, ezekkel a döglött halakkal, tehát ha igazándiból, ha éhes, akkor elő fog jönni, és akkor meg lehet csapdázni, tehát a hálóval be lehet keríteni, ugyanúgy, mint ugyanaz lesz az eljárás, mint múltkor. Csak hát hiányzik a Szilágyi, ugye? Hát igen, ő most Dubajban. Ez ő most jobb melót választott magának. Hát figyelj, őt most arab sejkek lövöldözik mesztelenül egy kertben golflabdával. És mesztelenül kell úszkálni. Nem táncolni. Igen, figyelj, nem kért meg, hogy ne beszéljél erről, mert hogy... Neki kellemetlen. Hogy nem, nem kellemetlen, kimentél Dubajban. És ma is mész akkor ki egy kicsit? De igen, megyek ki ma is. Ma viszem ki a hálókat, meg ma viszem ki ugye a csali halat beetetni. Mire kap? Milyen halat kell vinni? Hát ez teljesen mindegy, milyen halat a lényeg. Ugye ezeknek az állatoknak rossz a látásuk, viszont teljesen jó a szaglásuk, és megérzik az a pár száz méterről is megérzik a halnak az illatát, a szagát. De legyen halott az a hal, nehogy valami néhány élő piranyát kivigyél oda, bedobd aztán a patakba, hogy utána... Mellé teszek még egy krokodilt, hogy hátha lesz még munkám. Igen, és azt halljuk, hogy Szentendre mellett fürdőző gyerekeket raboltak el piranyák, tudod? Figyelj, egyébként neked ezért valaki fizet? Tehát az állam? Fizet. Vagy ezt te csak úgy... Ez nem fizet. Tehát igazából magát az állatot szeretném megmenteni, és azt szeretném, hogy jó helyre kerüljön, mert senkinek nem jó, se az állatnak nem jó, se az embereknek nem jó, ugye, hogy közterületen egy ilyen veszélyes állat, ami törvény szerint is emberérté veszélyesé van nyilvánítva. Tehát én azt szeretném, hogy ez az állat kerüljön szakértői kezekbe, tehát kerüljön például a Szilágyi Istvánékhoz a Veresegyházi medveforma, hogy kerüljön az állatkertbe, ahonnan biztos, hogy nem tud megszökni, és nem tud esetleg senkit se bántalmazni. De te ezért egy forintot nem kap senkitől, hogy megmented az országot az alligátor teknősöktől, nem? De fura. Nem. Sőt, még csinálok iskolákba előadásokat is, hogy a gyerekeknek pontosan a természetvédelem jegyébe, és pontosan arra szeretném a gyerekeket, mert ugye ők még fogékonyak erre tanítani, hogy ha egy ilyen állatot tartanak, netántán, vagy a szüleik, vagy a környezetükbe tartanak, hova lehet leadni egy ilyen állatot, tehát semmiféleképpen a közterületre kerüljön. Ez jó, és hogy nézzek ki ezek az oktatásokban, és akkor mutatod, hogy na ez itt a csukló méretű pitó. Nem, visszak igazi állatokat, tehát visszak igazi állatokat, mert akkor sokkal jobban figyelnek gyerekek, hogyha van egy élő állat a kezembe, tehát viszek vagy egy simogatott óriás kígyót, vagy viszek egy szakáll a szagámát például, hozzá lehet érni, meg lehet simogatni, és ezt a gyerekek sokkal jobban tudják díjazni, és sokkal jobban odafigyelnek, és ha hazamennek, ők mondják el a szüleiknek azt, hogy mi a teendő, ilyenkor segítenek. Vegyünk egy szakáll a szagámát, apu. Igen. Dezsőt megharapta megint egy aligátor teknős, a Bodzoli bácsi hozta. Nem, én nem hiszek aligátor teknős. A nagy szünetben. Igen. Na jó van, Zoli, hát nagyon kedveljük, amit csinálsz, úgyhogy kitartás. Ha megvan, akkor szóljál, mert beszámolunk róla. Oké, okay, köszönöm szépen. Vigyázz magadra, ciao. Bodzolinak, köszönjük szépen. Gyerekek, és mindez csak azért, mert ő szereti az állatokat. Nem? Igen, nagyon. Meg az embereket is, mert megvéd bennünket az állatoktól. Na egyébként én rákerestem a videó megosztón, van egy olyan videó, amit mindjárt megmutatom neked, ahol az aligátor teknős egy galambot kap el. Nem vicces. De mit csinált a galamb az aligátor teknős, vagy megtanult repülni? Vagy hogy... A fölrepült, érte? Persze. De nagyot tud ugrani. Egy ezred másodperc. Így. El is kapja? Na, megnézzük. Nagyon kemény. 7:30, pontosan 3 perccel jönnek a hírek. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, ha valaki szeretne játszani velünk, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva, vagy már el is múlt. Hát itt a jó zen alatt rohan az idő. Ah, gyerekek. Felébredtem. Igen, felüldülés volt. Azon, amit a fölpofoztak volna, nem? Szerintem ez egy országérző, úgyhogy arcon ütötték. Fölpofozták. De hát ez igen. Szóval igen. Jaj, gyerekek, vannak közlekedési híreink, mert ami drága hallgatóink küldenek nekünk, én megpróbálom beolvasni, ha megtalálom őket. 47-es úton baleset történt, Orosháza közelében torlódás várható, Limó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. 6-os út befelé a Kamponától torlódik, üzeni Bélapapa az Ivekós. Üdv az M3-ason, a Káli lehajtó után mérnek a rendőrök, üzeni Norbi. Az M5-ös Pest felé lépésben halad, a budapesti szakaszon, ezt pedig Soimi küldte nekünk. 83-as úton Győr-Szemerén mérik a Győrből érkezőket. Josie üzente ezt nekünk, és a budai alsó rakparton minden rendben, üzente Anikó.
Így állunk most jelen pillanatban. Láthatok tegnap egy nagyon jó kis videót, némiképp az egyik kedvenc témakörömhöz kapcsolódik, mert hogy a szemetesekről van szó benne. Egy mexikói szemetes autónak a ténykedését mutatja be egy kertvárosi utcában. Nagyon vicces. Ketten vannak a teherautón, az egyik fönt rendezgeti az összegyűjtött szemetet, a másik pedig a sofőr szedi össze úgy, hogy közben megy az autó. Ja, hogy kiugrik belőle. A jármű harag az utcán folyamatosan, a sofőr egy picit lelassítja, illetve valószínűleg egy ilyen lejtősebb szakaszon lehetnek, és teljesen leállítja a motort, a kocsi gurul mind a nem tudom hány tonnájával, az emberünk kiugrik, fogja a szemetet, oda megy, feldobja, szabad a másikhoz, megfogja, feldobja, visszaugrik egy kicsit az autóba, korrigál egy kicsit a kormánnyal, utána megint leugrik, összeszedi, feldobja. Ilyen menők ezek a mexikai szemetesek. Ez egy tök egyszerű autó, gondolom nem automatikával megy, hanem finoman sebességben hagyja. Nem, viszont rohadt nagy. Tehát, hogyha az ott valaminek neki csúszna, és az autó út mellett parkol egy csomó másik gépjármű, meg ott vannak a házak, meg járókelők, meg stb. De őt ez nem zavarja egyáltalán. Hát aki profi, laza, érted. Mr. Sombrero. Ez valószínűleg ilyen költséghatékony módszer, hogy nincs elég ember, aki pakol, nem? És a sofőr pedig azt mondja, hogy jó, akkor majd megoldom én. De és akkor ő kiugrik pakolni. A tökéletességig fejlesztették ezt a dolgot. Iszonyú profi. Itt, ha mi lenne, egy ilyet megcsinálná azonnal? Hát, vége. Nem? Hát nincs állásod, ha meghúzod, hát nem mész. Még valahogy joggal, tehát azért egy nem tudom hány tonnás autóból egy kiugrász, és közben dobálod a szemetet. Ez... Hát igen. Mondjuk, nem biztos, hogy átsúszna. Nem mondanám a mi szemeteseinknek, hogy próbálják ki, egyébként pont a mi utcánkban ki lehetne, mert hogy ott van egy komolyabb lejtő, de nem biztos, hogy a keresztbe jövő idézőjelben nagy utcai körülnének neki, hogyha beérkezne oda valamelyik sarokházba egy szemetes autó. Hát én sem örülnék ott az utcában, azt láttam, hogy sofőr nélkül jön egy autó, és közben dobálják a kukát. Na jó, sok jelentkezésünk volt a játékra. Itt van már is egy játékosunk, akivel Óven bácsit és Beru nénit játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Péter, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Péter, honnan hívsz minket? Lőrincről. Jaj, ezt most komolyan mondom, nem hiszem el, hogy Lőrincről hívsz. Hát szeretnek minket, lojálisak hozzám, a műsorhoz. Ez tök jó. Jani miatt költöztünk ide, aki 24 évvel ezelőtt, tehát már akkor tudtuk, hogy... Már akkor tudtátok, hogy jó. Nem a lőrinciekkel van a baj, ez egyáltalán nem, csak azért 93-94 ezer négyzetkilométerről, hogy minden második hallgatónk lőrinci, ezt továbbra se tudom sehova tenni. Nátok van valami protekció, Jani, vagy ez te szervezet hétvégén, nem, vagy nem, mi nem, van? Ezt tényleg önszorgalomból telefonálok. Nem, de mész körbe így, szevasztok, a Jani vagyok, telefonálnál be, telefonáltak egy kicsit a műsoron belül, hogy presztízsemet, hogyha építenétek. Megbízott az önkormányzat valamilyen lőrincet népszerűsítő programmal, vagy mi történik? Mivel foglalkozol, Péter? Informatikus vagyok. Oh, hát az aztán. Az izgi. Igen, ez az egyszerű verziója a munkának, de ezt mindenki érti. Ma 16 éve volt, hogy betöltöttél valamit? Igen, a 18. életévemet. Töltötted be 16 évvel ezelőtt? Aha. Igen. Boldog szülinapot. Hát akkor ezt meg kell ünnepelni egy jó kis Óven bácsival, Beru nénivel. Igen, igyekszünk. Jó, van, aki segít, vagy otthon vagy, mégis egyedül vagy? Nem, itt van a párom, a pocakjában a leendő kislányom, itt van a kisfiunk is, úgyhogy már be vannak ízítva a rokonok is telefonon, úgyhogy reméljük, hogy menni fog. Aha. Rokonok, és akkor kitartja a párod, tartja a rokonokkal a kapcsolatot, akik egy másik lakásban a rádió előtt. Igen. És ők hol hallgatnak minket? Lőrincen. Hülye vagy. Hülye kérdés, persze, hát hogy merek ilyet kérdezni? És ők, de útközben vagy otthon a rádió előtt állnak, egy mobiltelefonnal a kezükben, jelelve majd a feleségetnek, hogy mi a dal? Igen, most mindenki lefagyott, úgyhogy mindenki rácupant a rádióra, a gyereket nem vittem iskolába, úgyhogy majd azt is igazolnom kell, mert mondtam neki, hogy menet közben nem fogok tudni rátok is figyelni, meg rá is figyelni, úgyhogy majd egy kicsit csúszva fog ő is beérni a sorjába, de megoldjuk. Na, akkor meglátjuk így kollektíven mit tudtok létrehozni. Jó? Figyelj, mutatjuk, okay. Mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Vadásznak? Várjál, ugye éppen tudok játszanak. Vadásznak, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Hát ez eddig nem rossz szövegértésből, de nem ez a címe, és nem ez az előadója. Jaj, úgy érzem én a... Ez se jó? Nagyon jó vagy. Nagyon kicsit jó. A rokonság magadra hagyott, úgy érzem, senki nem mond. Mit mond a párom, semmi? Igen, nagy szarok.
Jó kis Beat Mitchell. Jól van, Péter, megvan az ajándékcsomag úgy, hogy minden benne is maradt. Szuper, nagyon szépen köszönöm, már jól indul a nap. Kitől jött a megfejtés, ki segített már? Hogy... Várom, szalad itt befele ugrálva minden, úgyhogy a gyerek nem tudta, hogy mit csinál az anyja, de... Gondolod, de anyádék játszanak egy rádió műsorban, és fölkelsz reggel, mindenki sűrök, forog, hallgatják a rádiót, mobiltelefon, és nem érted, hogy mi történt. A szüleiddel megőrültek, vagy mi a baj? Jó van, Péter, küldjük az ajándékcsomagot nektek. Jó van, nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao, hello. Na, Pécsen a Komlói úton megtömhetitek az állambácsi zsebét, ha gyorsan mentek, ezt Dani küldte nekünk, vagyis azt jelenti, hogy ott is fotóznak, mindenki menjen egy picit lassan. Nem tudom, Westerosban milyen az idő, de itt az utcán hideg van, és közeleg a tél. Bizony, igen. És az éj sötét és tele iszonyattal, ahogy szokták volt mondani ebben a kis sorozatban. 7 perc, ma pontosan 8 óra jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi. 8 óra múlt 8 percen, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, SMS számunk változatlan 06 70 645 000, és ide várunk közlekedési híreket. Nézitek mostanában az eget? Hogy ne néznénk? Nem? Hát nem süt a nap. Akarjátok tudni, hogy mit kell mostanában nézni az égen? Nem. Ja, de. Nem a csíkokat. Hanem, mi van most? Na, de akar erről 9 után egy kicsit részletesebben szabad szemmel meg tudod nézni a Marsot. Elmondom majd, hogy az északi rész, déli rész, hogy nézd, merre néz, pirkadatkor merre forduljál, alkonyatban merre néz, szabad szemmel. Percenként 300 kilométerrel van közelebb a Földhöz, és 8 vagy 10 évente van ilyen ott közel egyébként. Ott van Budán, nem az egyes vélámásánál. Így van, így van. Így van, onda. Nem csak, ha valaki szeretne még a gyerekének megmutatni, akkor szívesen, ha megengeditek egy ilyen kis röpke, kis csillagászati beavatás, igen. Nem baj. Nem, ez főleg azért nagyon hasznos, mert az elkövetkező 6 napban az ég egy szeletét se fogjuk látni a felhőkéja. Hát ha lesz egy olyan kis szelete a reggelnek, amikor fölnézel és azt meg tudod figyelni a Marsot, vagy este, éjszaka, különböző állásokban szabad szemmel is látható. Nagyon ritkán van ilyen közel egyébként. Nagy legközelebb valamikor sok-sok év múlva lesz újra ilyen közel. És le is töltöttem magamnak egy iránytű programot. És... Mars iránytű? Tessék? Mars iránytű? Igen, megtalálja a Marsot neked az igen. Nem, ez egy sima iránytű. Aha. És ez megtudod, hogyha az esti eget nézed, az éjjeli eget nézed, vagy a hajnali eget, figyeled, böngészed, fürkészed, akkor tudod, hogy hol keresd. És szabad szemmel meg tudod találni, csak tudni kell, nem is koordinátákat, csak tudnod kell, hogy délen itt, éjszakor ott, stb. Hogy kell nézni. Azért örülünk ennek a szabad szemnek, mert ezek szerint még mindig nem üzemel az observatórium. A távcső még nem üzemel, de ez most egyfajta ráhangolódás nálam, hogy most várom, hogy tiszta legyen az ég, megállok reggel, és megkeresem a Marsot, mert hogy itt van, közel van, és látható szabad szemmel. Mondjuk Feri bármit látna, örülne. Mars, nem itt. Neked majd a szemüvegedre festünk egy kis pöttyöt éjszaka, amikor... Feri bácsi, erre fordítom, abba az irányba, ott néz. Ott nézné fel, ott van a Mars. Na mindegy, majd 9 után, jó? Egy kicsit, mert szerintem izgalmas. Szerintem ez izgalmas. Jó ezeket szabad szemmel így. Fölnézés azt, hogy a gyerekednek nézd meg, az a Mars. Mesélsz róla egy kicsit, egy expedíció ment oda, majd ott fogunk élni. Jó, 100 vagy 200 év múlva. Jó, apa, tedd már be. Kislányom, az ott a Mars, jó, de hol a vacsora? Igen. Én imádok így a Beninek mesélni, már megbeszéltem vele egy kertben kint alvást, majd nyáron, amikor jó idő lesz, és akkor bámoljuk a csillagokat, meg mesélek neki. Miközben Viki is mesél. Igen. Hallod, Beni, akkor lesz majd egy kertben kint alvás. Érezd magad, jó, nem leszünk messze. Na, igen, csukom az ajtó. Ha nagyon félsz, húzd be a sátor ajtaját, címzárod be magad, akkor nem lesz baj. Na mindegy, szerintem izgalmas. Jó, hát szólok róla két szót, aztán addig ásítoztok kettőt. De nem, én hiszek a hallgatóimban. Bennetek már régóta nagyon nem. De a hallgatóinkban, igen, és tudom, hogy ha ezt háromnál több ember meghallgatja, és fölnéz ma este az égre, vagy holnap, és azt mondja, hogy közbali ott a Mars, az már jó menti. Csak a már, kultúra, mi? Nektek már minden mindegy. De a hallgatók közül még vannak erre éhes emberek. Meg éhes füleket vonod be, de én azt szeretném, hogy akkor ez már ne csak így a rádión keresztül történjen, hanem találkozzál a hallgatók gyerekeivel, illetve a hallgatókkal is, akik elhozzák mondjuk a Jánoshegynek a lábához, ahol találkoznak veled, és rád bízzák a gyerekeiket, és akkor szépen ott állsz majd a Klassz FM hallgatóinak a gyermekével, a hallgatók gyermekével tömegekben ott álltok, és akkor egyszerre fogod a kis kezüket, és ott álltok, és nézzétek gyereket. Imádnak a gyerekek. Apa, hol van apa? Nem, most nézzetek a Marsra. Nézzétek a vörös bolygót, tudjátok, hogy 100 év múlva ott fogunk lakni.
Szóval szeretik. Ezeket halott, szeretik. Nagy vörös halott pusztaság. Anyát is akarom. Amikor itt már sivatag lesz, és már mindannyian meghalunk. Feléltek a bolygót, és már csak szemét és hullahegyek hevernek majd mindenfele. Hol a sütim? Hol a sütim? Sehol, lézz oda. Így süti, így süti, ott így süti. Lehet, hogy pont te leszel az, aki elindul egyedül erre hosszú útra. Igen, örülünk, ha jég is vagy ott víz van. Igen. Nem jó, az például Beninek megtanítottuk, hogy mi a bolygó, meg mi a csillag közötti különbség. Tök jó, amikor felnéz a napra, és mondja, hogy az csillag, és miért csillag, és hány csillag van. Csillagnak más saját fénye, a bolygónak nincs, kérem a csokimat. Na, még akkor a bolygókat mondja a sorra. Szerintem ez nagyon minden szülőnek nagy élmény, amikor a gyereketől valami olyat hallasz vissza sok-sok nap múlva, amit elmondtál neki, és te már nem emlékszel rá, nem? És te már nem emlékszel rá, hogy ezt valamikor elmesélted a saját gyerekednek. És egyszer csak ül a kocsiba, fölnéz, és mond valamit a holdról, vagy a napról, vagy bármelyik csillagról, hogy így ülsz, és így rászorítasz a kormányról. Úristen, de jó. És akkor, amikor meséled neki, akkor úgy tűnik, hogy nem is figyel sokszor, nem? És aztán valahogy mégis beépül. És három nap múlva egyszer csak visszamondja. Szerintem ez egy büszke apuka. Csasz, vagy. Na jó. 38528. Mi ez? A padlószéfünk száma, apa. És elmondtam az omó néniknek is. Igen, és most már mindenki. A kertész bácsi is tudja. Igen. Szívesen mesélek a Beninek ilyen proféciákról. Most is lesz egyébként néhány nap múlva. Igen. A hold. Aha. Vérré válik. Igen. A nap elsötétedik. Jó, és jön a világ vége. Na, nézzük. Csak akkor jelenések könyve. Figyelsz, Beni? Mielőtt eljő az úrnak ez a rettenetes napja, Beni. Ebből lehet a piroska és a farkas. Apa, nagyon félek. Ne félj, itt leszel. Itt leszek, együtt pusztolunk. És a Ferevad száma 666. De nem, tényleg lesz most. Na jó. Jó, de csak 9 után mondod, ugye? 9 után. De addig kicsit egy szót se róla. Elkalauzollak benneteket, jó? 3 koordinátát kell megjegyezni. És fizetsz egy kaulát is. 3 koordinátát. Mit kell nézni éjszaka? Mit kell nézni reggel? Mit kell nézni este? Én éjszaka csak tapogatok. Én ott már nem nézek semmit. Hát ott Vénusz. A Vénuszra mész. De ott inkább a Vénuszra mész. Ezt kell megjegyezni. Reggel? Este? Éjszaka. És nappal délben nem látszik? Hát bajos. Tehát, hogy ott azért, ha azt kiszúrod, azért az nagyon bajos. Ja, Istenem, hát sekélyes sivatag vagytok ti már. Az a baj, csak nyeljük a vizet. Góbi sivatag vagytok. Na, mondta már közlekedést? Na, bunkó, figyeljünk. Figyeljetek, prolikáim. Figyeljetek, prolikáim. Mondtam már közlekedés? Még nem? Árpád kórház előtt elrobbant egy busz, egy sávra szűkült a haladás. Óriási a dugó, az M3-asnál áll a sor, vége Újpest felé, ezt Kukacos küldte nekünk a Budaörsi út, nem tudom mi van, de a Budakeszi úton lassú a haladás, koleszteri mentes, de nyomokban tányérosok találhatóak. Ajaj, István, kezd egy picit megfogyatkozni. Mondtuk neki, hogy nem minden nap küldjön. Igen, ez már sokkal gyengébb, mint néhány nappal ezelőtt. Ez lehet, hogy egy szünnapot én beiktatnék. Az M3-ason éjjel elütöttek egy őzet, 118-as kilométer kemény. Hogy miért, azt nem tudjuk. Hogyha éjjel elütötték, akkor most ott mi kemény, de kemény. Gábor Suzuki-sként küldte el ezt nekünk. Jó reggelt, srácok! Budapest-Balaton között M7-es jó járható, trafimentes egyelőre, Kokomó küldte ezt nekünk. Hello fiúk, hello Klassz FM, Veszprém felől Várpalota elején egy nyerges becsuklott és felborult. Az errefelé közlekedők figyelemmel legyenek. Üdv Babiné Ajkáról. És itt van az utolsó, a Szentendrei út áll, mint Katiban a gyerek. Mitől maradt, úgy tudtok valamit? Dugómentes napot. Van valami hírünk a Szentendrei útról? Bármi? Semmi extra. Nem ér semmit? Semmi? Nem. Miért nem? Akkor valószínű, hogy ott is történt valami baleset. Na, Napóleon fütyje, hallottátok? Érdekes. Miért csattant? Hát most már azért nem nagyon. Nem nagyon. Hallottátok? De érdekes a dolog, hogy lehet hozzájutni egy párizsi árverésen makró vagy mikropéniszhez. Makró. De várjál. Makhoz mikropéniszhez. Ez nem Napóleonnal együtt van? Képzeld el, hogy nem, mert hogy kiderült, és ez nem is annyira régen egyébként, hogy Napóleon kis apró pici vesszőcskéjét eltávolították, amit ma egy amerikai urológus fia őriz, és egy angol tévéműsor kinyomozta a világ leghíresebb mikropéniszének történetét, ugyanis kiderült, hogy ez a nagy ember, aki egyébként a félvilágot meghódította, az 3,5 centis.
hogy azért... Ez hát aktív állapot, vagy... Képzeljétek el, 3,5 centis mikropénisszel élte az életét. De a történet egyébként szenzációs, tehát most nyilván nem a péniszméretre akarom kiegyezni, igen. Csak hogy te árverésen meg tudod egyébként venni, vagy meg tudtad venni híres emberek péniszét, ezt a kis kukit. Ha. Igen. Mondjuk mindenre magyarázat, ha ekkora volt neki az orosz hadjárat, minden. Igen. Van egy csatorna, Channel 4, ott híres emberek földi maradványait kutatják, és van erről egy sorozat, és elindultak a császári vessző nyomába. De szép. De jó. Császári vessző. A császári vessző nyomába eredtek, és az alig másfél hüvelyk hosszú szerv egy New Jersey férfi, Evan Latimer tulajdona, aki híres urológus édesapjától örökölte, aki $3000 vette meg a péniszt, vagy a pénészhez hasonlító bármiféle kis szerkezetet, apróságot, egy párizsi árverésem. Nagyon kicsi, azt mondta, de attól híres, hogy kicsi, mondta egyébként Latimer a műsornak, szerkezetileg tökéletes. Mondta ezt egyébként az idősebb urológus, igen. És az egyetem megröngenezte, és egyéb vizsgálatokat is végeznek rajta. És ő vette meg ezen a párizsi árverésen $3000. Tehát ez nem is sok. Megért. Nem? Megért. Hát, de én azon csodálkozom, hogy eladták neki. Tehát, hogy szerintem itt egy nemzeti kincsről van szó. Hogy adhatták el a franciák? Ennek is az invalidusok dómjában lenne a hely a vörös szarkofág alatt. Bizony nem. Hát, de most nem. A Szent Ilona szigetére száműzött császár holttestéről maga egyébként az orvos... az orvos vágta le. Én ezt nem tudtam. 17 tanút hívtak oda. Azért ez mennyire megalázó. Te a nagy Napóleon meghalt. Igen, ugye? Ott fekszel kiterítve, és ott fekszel, megfogják. Csipeszt. Kisebbet. Még kisebbet. Ott fekszel kiterítve, te a nagy Napóleon. Körülötted áll 17 tanú, aki azért gyűlt oda, hogy levágja rólad a péniszedet. Még véletlenül se merüljen el a feledés homályába, tudod, 17 tanú. Hogy mindenki emlékezzen rá, igen. A pénisz egyébként először a császár utolsó kenetét feladó pap birtokába került, aztán egy leszármazottjától egy antik várius vásárolta meg 1924-ben, majd a francia művészetek múzeumában is kiállították, majd így került el az árverésre. Az utolsó kenetet feladó papnak a birtokába. Igen, hát ő azt mondta, hogy... fizetni a kenetért, valamit vinni kell. Valami apró? És a jelenlegi tulajdonos azt mondja, hogy mindösszesen 10 embernek mutatta eddig meg, de soha nem készült róla kép vagy videó. Tehát nincs semmiféle képi anyag erről a kis mikropéniszről. Na most sok... azért azt honnan tudják így 100 vagy 200 év elteltével, hogy azért az eredeti? Tehát te őrizgetsz ott egy ilyen kis 3 centis és valamit megvetted $3000, értem, hogy van egyfajta okirati bizonyosság, hogy azért ezt így megpróbálják archiválni. Most én kezembe jut mondjuk 16. Lajos pénisz, és elmegyek egy párizsi árverésre. Ha az övé, de azt be kell bizonyítani. Mondjuk úgy tudom, hogy itt viszonylag könnyű volt bebizonyítani, mert nagyon Josephines volt még. Azt nem tudom, hogy az a beteg, aki adja, vagy az a beteg, aki megvesz egy fütyit $3000. De most itt lenne 16. Lajos fütyje $8000. Össze akarnánk dobni? Össze. Jönne ide nekem mondjuk egy kerepes tartsai lakos, azt mondja, Bali. Tuti biznisz, megvárnak te rád, 16. Lajos. Fütyje. $8000. Megvenném? Meg. Hát az mit csinálsz vele? Elmondhatod, hogy nálad van 16. Lajos fütyje? Hát, de mondjuk inkább egy 14-kel. Tehát, hogy aki ilyen igazán komoly volt, mert ott azzal mit tudom, még lehet csajozni, és érted? Hát, csak mutatom, hogy ez 14. Lajosé, ez meg az enyém, az érted? Ha olyan a király volt, akkor mondjuk, igen, a 16. Lajos és a 14. Lajos között kellene válaszolni, hogy kinek, akkor legyen a 14. Hát azért mégis csak híresebb király volt. Menőbb, igen, meg nagyobb, menőbb király volt. Nagyobb király volt. Kiteszed a nappaliba? Kiteszed a nappal, és van egy ilyen kis vasárnapi ebéd, és jaj, ne, Lajos, már megint a fütyi, hagyjál már. Ez egyszer tudod elsütni a rokonoknál, másodjára már inkább adj egy jó konyakot. Fügy ma, fügy holnap. Nem áll, Lajos, tedd már el, nem, érted? Tehát, hogy egyszer megmutatod, összegyűlik a rokonság, mindenki szájtátva nézi. Megvetett $3000, learatod a babérokat. Ötödszörre veszed elő Napóleon fütyét. És ott álltok a kandalló mellett is. Iszonyatosan szív... Lajos, tedd már le, hagyjál már, érted? Tehát ha ötödszörre nem akarod még megnézni. Még egy selfie valakinek? Na most mi van akkor, ha ne adj Isten velem történik mondjuk ma valami? Igen?
Ajaj. Az elsők között. Bemegyek. Én tanúskodom szívesen. Ott van valami. Feladom a kenetet. vicces hangulatú kis korboncnok. Érted? Igen. Most tényleg kicsit morbid, de tételezzük föl. Engem ott kicsit. Aha. Meglop. Most kicsit vagy nagyon, az legyen az én titkom. Meglop. Meglop. Igen. Érted? Igen. Akkor neked tudnod kell az azonosító jelet, hogy miről ismered meg, ha mondjuk egy hónap múlva egy korboncnak előáll azzal, hogy nálam van bali Vermax sisakja, és nemzetközi, nemzetközi aukción 15 000 euróért akarja eladni. Honnan tudjuk, hogy baliról mit szedtek le? Ha drága, akkor az jó. Ha nagyja azt mondja, hogy figyelj, Jani, 600 forintért odaadom, csak vedd el, akkor érted? Tehát honnan tudom, hogy rólam, vagy rólad nem fognak levágni valamit? Négy tanú mellett. Hát, ha feliről vágnak, vagy érted ott azért, ott az jut is marad, és érted, kilókat lehet úgy eltávolítani, hogy fel se tűnik. Jó, hát amit feliről levágnak, az neked jó lesz hálózsáknak. Megveszed és belebújsz. Csak ráhúzod a bőrkét, és tényleg ennyi. Érted? Hát az kemény. Igen, és akkor most gondold el, hogy készítenek majd ilyen féle képeket, hogy a baloldali képen egy Marék Mazsola láthat, a jobb oldalon pedig Balázs. Nemesebbik része. Igen. Bücsök, gyere ide. Figyelj, nekem az alján van egy pici anyajegy. Igen? Egy nagyon pici, de nagyon cuki. Meglátnád vele szeretni. Nem, most megnéztem. Pici anyajegy van rajta. Jó? Ha bárki bármikor odajön, mert esetleg előbb megyek át a más világra, és elad neked valamit, tudd, hogy egy adott ponton, hogy csinálják róla egy fotót. Megmutatom. Jó, tegyük fel a Facebookra. Jó? Hogy van egy anyajegy. Jó? Neked mi van? Mondj valamit. Én mert az anyajegyről tudtam egyébként, a Viki múltkor mesélt róla. Azt mondta, hogy olyan alakja, mint Új-Zélandnak, és lehet rajta látni Wellington. Neked mi van, tessék? Nekem? Hát van valami? Tudnom kell majd valamit, ha odajönnek seftelni valahol az ecserin? Kikerül esetleg? Nekem csak egy iszonyatos heg van rajta. Egy nagy csatának, igen, a Blitzkriegnek az eredmény, egyszer visszaverték csapataimat. Egy kerítés átmászás? De hogy egy ekkora ember, és gondold el, hogy ennyire megalázza, hogy a 3,5 centis kis péniszét ott körbeviszik, és 3000 dollárért kelt el, nem? Csoda, hogy csak Moszkváig jutott. Mondjuk, figyelj, ha nekem szükségem lenne önbizalomra, akkor én is megvenném. Megveszed, fölütöd a kis dobozkát. El is azt mondom. Megnézed. A nagy Napóleon. Mm-hmm. Becsukod. A nagy Napóleon. Értitek, ugye? Lecsukod a doboz tetejét, iszol egy konyakot, és már jobb kedvened. Ez önbizalom növelés. És hattal már jó vagy 6 centivel. Ezt nézzétek. Szóval, hogy önbizalom növelése. És még ki se vettem teljes. Önbizalom növelése egy ilyen tökéletes. Tehát lehet, hogy az urológus azért vette meg, hogy a saját önbizalmát növelje egyébként. Nem lehet, hogy ő így gondolkozott, azt mondta, hogy oké, szerezzünk valamit, ami kisebb. De hogy az és megvette Napóleon. De hogy az atya minek vette meg. Tehát, hogy ezt miért, mert hogy urológus, meg mit tudom, korboncnok, meg stb. Meg relikvia gyűjtő. Oké, de a pap minek vette meg. Ők vajon ledílelték a Napóleonnal, hogy figyelj, neked nem sokára úgyis mindegy, ad nekem? Vagy Napóleon nem tudott róla, hát, és aljas módon kasztrálták. Igen. Sőt, valószínűleg nem dílelték. Hát azért ezt a Napóleonnak, a nagy császárnak, egykori császárnak nem mondod meg, hogy figyelj, tesó. Mindjárt te neked már egy finom csattintás, nem érzel belőle semmit, nekem az még jó. Hát ezt valószínűleg nem beszélitek. Igen. Meg. Hát mondták, hogy nyilván úgy akarták a testet betenni a koporsó, hogy előtte tényleg rendet teszik, és akkor így mindenhonnan igyekeztek levágni a körmöt. És az is kérdés, hogy mondjuk, ha van ez a péniszkereskedelem, akkor az méret függő, tehát hogy a kicsi 3000, ha egy 6 centis egyszerről az 6, akkor az lehet, hogy többe kerül. Nem, itt nyilván az extremitás, hogy ekkora. Ugye, tehát egy ekkora embernek, nyilván, aki azért sok-sok millió ember felett uralkodott, ugye mégis milyen érdekes a dolog, hogy mi az, amit ad, és közben mi az, amit elvesz. Nem? Hogy mindig a természet azért így tényleg az egyenlőségre törődik. Egy ekkora ember közben pedig egy ilyen kicsi pénisszel közben mennyi mindent megkapott, meg mennyi mindent elért. Nem? Persze, de azért tényleg ne legyünk elítéletesek vele szemben, mert azért a macska pöcse is kicsi, de könnyen lába tőle a szemen. Jó, nézzük meg akkor, hogy mi az, amiből tőletek az élet elvett, és mi az, amit adott.
Jó? Csakadott. Írjanak maga a hallgatóink is, hogy akkor nézzük meg, próbáljunk így egyfajta mérleget felállítani. De mit vett el, mit adott? Nézzük meg, hogy miből van. Most nem testileg gondolom, tehát nem testi tünetekre gondolok, hanem például te esetedben. Például te nem tudsz vezetni, ugye? Nem. Tehát technikailag teljesen ebből a szempontból. Totális antitalentum vagyok. Totális antitalentum vagy. De viszont fölmászik falakra, le tud futni egy maraton. Igen, de közben meglátsz egy falat, egy függőleges falat, és elindul a nyálcsorgás. Igen, föl lehetne menni rá normálisan egy lépcső, megkerülve a falat, de mire mi odaérünk, addigra te azon a függőleges falon fölmászol. Közben pedig egy technikai, tényleg antitalentum vagy. Nem? Ennyi. Ugye, hogy milyen érdekes, hogy valamiben tök jó az ember, valamiben pedig egész egyszerűen nem. Ferinél mit adott, mit vett el? Hát nem tudom, hogy mit vett el, mert akkor... Képzeld, de minden akkor nem lehetett. Tehát mi az amiből a kevés jutott például? Nem? Vagy mi az, amiből nem kaptál? Például a sport. Hát a sportokhoz való affinitás. Nem, ő adta a sportot, azt én utasítottam. Igen, arra te mondtad, hogy sport az ellenállás. Például én nem látok, viszont jól ízlelek. Na, hát nem, ez milyen érdekes, ugye? Igen. Tehát neked elvett ugye fölülről, de adott alulra a szád. Igen. Adott. Ahova nem láttál, oda elér a nyelve. És ne felejtsük el, hogy körbe tekeri a csuklóját, ugye? Ami a szintén nem egy elhanyagolható. Hogyha bemesztelen a szállószobába, hogy a kötelességét teljesítse, mindig meg kell emelnie, ugye, a küszöbnél, hogy nehogy megsérüljön a végig. Még de ugye milyen érdekes, hogy van, amiben ad, aztán van, amiben elvesz. Hát na, az a Napóleon eset is ezt bizonyítja, hogy nem lehetsz azért mindenben tökéletes. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy itt ez is valahol a tisztelet jele volt. Tehát, hogy az atyának azért adták oda, mert az atya kérte, hogy egy gyerekje tartóba valamit. Csak aztán meglepődött rajta, hogy ezt adták. Nem tehát, volt hogy... nagy az ereke tartom, hogy jobb kéz, tudod, vannak srácok, ilyenek. Szegény egyház vagyunk, nincs túl nagy ereke tartunk. Valami kicsit. Igen, de a balcomját adjátok. Azt ne kelljen tényleg megélnem, hogy mit tudom én, átköltözöm már a más világra, de valahogy még látom, hogy mi folyik itt ezen a síkon, és azt látom, hogy a három gyerekem, meg a négy hogy unokám... Mi folyik kín? Igen, a három gyerekem és a négy unokám veszekszik a péniszemen. Érted? Ki a fassa el? Hogy kié legyen. Add vissza, ez az egy évben. Uncle Balázs pénisze, tudod? Uncle Balázs pénisze, és azt látod fölülről, hogy a három gyerek, négy unoka, nyolc dédunoka egymást öli. Hogy kié legyen egy magyar aukción. Nem? Vagy mondjuk ezt látnád te? Hát igen. Ugye? Hogy azért ezt így nem biztos, hogy meg akarod élni. Hát, na jó, nézzük meg a hallgatóinknál mi a helyzet. Mindenki nézze meg saját magát. Nem feltétlen testileg, de lehet testileg is írni egészen van. Nyugodtan. Hogy mit adott neki az élet, és mit vett el. Miben jó, miben nagyon nem jó. Jó, nézzük meg ezeket az ellentéteket. Ezek lehetnek, mondom, testi adottságok, tulajdonságok, de mindenféle más dolog is. Nem, ami nem egyfajta testi adottság, vagy testi tulajdonság. Miben nagyon jó, miben nagyon rossz, jó? Kíváncsi vagyok, hogy milyen SMS-ek jönnek. 8:30 pontosan, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Kápolnám érnek rendőrautóból, ez Dani küldte nekünk. Dani, köszi. Skoda Octavia szedi áldozatai drága fotó kísérletein belül. Veszprém felé a 8-as főúton a 47-es kilométer táblánál. Engem elkaptak, írja Atesz. Trafi a 37-es úton Miskolc és Szerencs között a 4-sávoson, méghozzá a domb alján. Ezt Pöcröf küldte nekünk. Hétfő óta itthon fekszem betegen, és mióta a Trónok harcáról beszéltetek, hogy milyen jó, tegnap megnéztem az első részt, azóta nem tudok vele leállni. Mm. Hát és ez még... Az még ugye hol van? Az első évad felénél kezd el bedúrani igazán. Szerintem azt addig ki kell bírni. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy mi történt Napóleonnal. Érdekes maga a történet, hogy lehet hozzájutni bizonyos test részekhez, ugye árverésen, mi mennyibe kerül, és hogy először ugye a pap vágta le Napóleon csúnyáját, lehet így mondani, aztán végül egy amerikai urológusnál kötött ki, ő nem mutatja meg senkinek, de állítólag nála van, és $3000 jutott hozzá egy párizsi árverésem. És arról beszélgetünk, hogy milyen érdekes a természet meg a teremtő, hogy ha ez valóban igaz ez a tori, akkor mit vesz el, és közben mit ad neked, tényleg te vagy a félvilág ura, és közben lehet, hogy egy egészségeset nem tudott együtt lenni egy nővel, nem? De közben mégis hát császár volt, és hát nem akárhány ember fölött uralkodott. És hát mit vesz el, mit ad, miben vagy jó, miben nem vagy jó, milyen képességeket vett el tőled, de közben mit adott, amiben egészen jó vagy, nagyon érdekes SMS-ek jönnek. Tehát azt nem tudjuk, hogy aktív állapotban mit tudott azért, ez a 3,5 centi. Nem szabad elfelejteni, csak tényleg a történelmi hűségkedvéért mondom, hogy ő eredetileg tüzértiszt volt, tehát azért ott lehet, hogy nagyot szólt az a kis ágy. Igen. Na nézzük, hogy mit érnek a hallgatóink, ugye a kérdés az volt, hogy nekik mit adott az élet.
és mit vett el. Hát van, aki félig meddig komolyan vette, Balgatóni nagy része nyilván megpróbált humoros SMS-t küldeni. Elvileg 170 centi magas lennék, ha nem volna akkor a fejem, mint egy kosárlabda. Így 180 vagyok, írja nekünk Sa. Gyönyörű hosszú hajam van, de mi volt a kérdés? Kérdezi Marci. Tévét nézni mindenkinél jobban tudok, de nem lettem Batman se pókember. Az én isteni adományom a tévénéző izmom, írja Mila. Ez milyen szép, nem? Nekem rövidebb az egyik lábam, cserébe hosszabb a másik, nem küldték el sokan, csak 400-an ezt az SMS-t, igen. Ezt nem tudom beolvasni. Aludni és tévézni mindennél jobban tudok. Ezt írja egy hallgató. Oké, de mit vett el? Tehát ez az adomány. De mit vett el közben? Ugye azt is írt hozzá. Minden nap titeket hallgatlak, néha jókat nevetek, ilyenkor a munkatársaim nem értik, mi van, ugyanis Finnországban keraván élünk, hallom otthon borul, de itt végre felragyog ott a nap, talán végre megérkezik a tavasz. Plusz kettő. Igen, és hogy mit vett el és mit adott, szerénység nélkül semmit nem vett el, csak adott. Üdv mindenkinek otthon, szuper a műsor, jók vagytok. Ez is pozitív. Igen. Messziről indul, de odaérte végére. Adott az élet három feleséget, de elvette az összes pénzem, írja Viktor. Ugye? Sziasztok, én főzni tudok, de nem nagyon. Vezetni is megtanultam, de az se 100%-os. Szeretem a szexet, de hogyha aludhatok, akkor az egy nagy dilemma. Most akkor lehet, hogy én nem is élek, mert semmiben nem vagyok jó, ki tudja. Neked azért van bajod. De én ezt bírom, én ilyen SMS-ekre számítottam. Szeretem a szexet, de aludhatok, akkor azért az egy nagy dilemma. Jó vagyok ebben, de nem is annyira. Nekem elvette az eszem, de kaptam érte egy feleséget. Írja Zsolti nekünk. Sziasztok, a fejem teteje kopasz, de a fülemen és az orromban annál inkább búrjázik a szőr. Írja Gábor a szódról. De mennyiségileg megvagy, ez a lényeg. Igen, hát csak máshova tette a természet, igen. Az én szemem rossz. Vastag szemüveget hordok, de erre senki nem emlékszik, mert nagyok a mellek. Tényleg jó. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Szülés után adott szép nagy D-s kosarakat. Aha. Aztán elvette, nem hagytam. A plasztikai sebésztől visszavettem. Nagyon jók jönnek. Mírom. Tőlem elvett a péniszből egy kicsit, de adott helyette aranyeret. Az egyikkel sem vagyok elégedett. Kopasz vagyok, de a hónajam egy dzsungel. Köszönöm, hogy kaptam. Ezt Kocsó küldte nekünk. Nekem kockahasad adott az élet, de eltakarta egy kis pocakkal. Ezt Ati küldte nekünk. Engem elhagyott a feleségem, és elvitte magával a kislányomat is. És ugyebár ott elvett, de valamit adott is. Tegnap kaptam egy olyan középfülgyulladást, hogy majd bepisültem. Írja Bazsó. Szeretem, amikor így tud valaki magán meg kicsit idézőjesen a saját nyomorán nevetni. Ez a túlélés egyik. Nem? Komolyan, egyik nagy titok. Az önirónia. A kulcs, és hát nem is tudom, titok a túlélés, ez az önirónia, meg hogy tudjál magadon egy kicsit nevetni, ez nagyon jó. Elment a feleséged, a gyerekkel, viszont kaptál egy középül, kaptál egy középül. Fáj majd valami, meg valami szintén. Igen. Sziasztok, nekem kicsi a péniszem, viszont nagy a púpa hátamon. Jó, hallgatóim van, azért dolgozik az önirónia. Ronda vagyok, de cserébe hülye. Na. Jó, itt még nem érezzük. Itt van egy nagyon aranyos SMS, Kata írja. Én mindig szerelmes vagyok, viszont sose szeretnek viszont. Puszi, Kata. Ez is egy szép megfejtés. Szóval tud adni azért az élet, nem? De közben el is tud venni. Ebben ez az izgalmas. Még azt nézem, hogy miket lehet beolvasni. Nekem tehetséget adott az élet a nyelvtanuláshoz, a nyelvek tanulásához, viszont kitartást már kevesebbet. Ezért megy nehezen, írja egy hallgató. Hogy akkor tud jó lenni, csak nem tud megtanulni. Igen, ugye? Nincs hozzá türelem. Igen. De azt szokták mondani, hogy a legnagyobb istoncsapása az, amikor egy tehetségtelen ember szorgalommal páros. Igen, akarattal. Igen, és akarattal. Igen. Aztán egy másik hallgató írja. Szőke, válligérő, kék szemöldököm. Kék szemöldök. Hogy milyen szép dolgokat adott az élet, igen. Alacsony vérnyomást elvett, magas adat. Elég jól nézek, írja egy hallgató. Szeretem, mert most mindenki azt bizonyítja nekünk, hogy van öniróniája. Ez jó, elég jól nézek ki, bár akkora orrom van, hogy ha hanyat fekszem a kukoricásban, azt hiszik, hogy ott a csőszkunyó.
Na jó, oké, itt van még egy, azt nézem, hogy micsoda. Iszonyatosan sármos és jóképű vagyok, írja aha magáról egy hallgatónk, de görbe az egyik lábujjam. Ó, oh, hát szerintem ezt valahogy... Ezt, ezt Zoli küldte nekünk. Mindig legyél zokniban, ezt tudom mondani. De az, azért a zavaró tud lenni, hogy szinte minden tökéletes levet közöl mesztelenre, és ott állsz egy rohadt görbe lábúja. Hát fél, hát egy eskanyar van. Ha tényleg egy, de pont azért. Csúcs, de pont vagy, azért. Szerintem nem fogja érdekelni hát a hölgyeket. Szerintem hogy... meg az Adonis típusú pasikat pont azért ott, hogy minden tökéletes ajtól is van egy ilyen. Meg attól függ, hogy miért van a görbül lett, és hogy melyik lábúja. Van egy eskanyar a nagy lábúja. Görbül, akkor oké. Hát igen, mert akkor a görbül lett, hogy pont bele tudsz rakni a lukba mondjuk egy napernyőt, érted? Akkor az már lehet, hogy... Akkor a strandon tudod tartani a napernyőt a nőnek. És egy záró SMS, gyerekek. Csak hogy milyen jó arcok a mi hallgatóink, tényleg, a mi családunk, tényleg, aki Klassz FM-et hallgat, abban van önirónia. Imádok énekelni, és bennem van az X. Csak sajna a lábamban. Hát ez szenzációs. Ami a mellemből hiányzik, azt a fenekemre kaptam. Írja még nekünk, Anni, köszönjük szépen. Na jól van, oké. Örültem, hogy ilyenek jöttek. Hármasugrást, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Szép jó reggel, sziasztok. Szia. Hello, István. Így van. István. Három gyerek, tényleg, azt látom? Persze. Nincs is több kérdés. Van egy ajándékcsomagod, méghozzá úgy, hogy nem is kell érte semmit tenned, ez azért jó, mert hogy három gyereked van, ez inkább nekik szól. Egy ilyen kis Tomaszos ajándék, úgyhogy ezt nagyon jó. Ezt majd ad nekik jó, oda. Jó, de 25 éves a legkisebb gyerek. Ja, akkor majd te fogsz vele újra játszani. Jól van, mit csinálsz, István? Dolgozom, Lakatos műhelyben. Lakatos műhelyben dolgozom. Uh-huh. Jó van, milyenek a kérdések, Jani? Hát, ha vág az agyad és hasít a net, nincs akadály. Van neted, István? Van, akad. Most az akad az, hogy lassú vagy, hogy akad, tehát hogy van. Akadozik. Található, hát a környéken van. Talán van, aki segít, vagy egyedül vagy? Igen. Jó, így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztója. Milyen szint kapunk, ha kéket keverünk össze pirossal? Lilát. Ez nagyon ment. Biztos, hogy nem festő vagy? Nem. De volt, csak már lakatos. Mehetünk tovább? Persze. Dedikált egér alátét ért, így szól a második kérdés. Mi a beceneve Fekete István regényhősének, Ladó Gyula Lajosnak? Oh. Ja, Isten, mondjad. Ha internetet használ valaki, akkor kevesebb időt adunk, de ezt mi mondjuk így. Úgy. Hogy mondod? Luigi? Most szóltál valakinek? Nem biztos, akkor az. Szóltál valakinek a műhelybe, hogy Luigi? Vagy ez nekünk igen, szólt? Igen. Jaj, persze. Aha. Vagy ez az olasz fordítás. De te olaszul olvastad. Olaszul olvastad a tüskevárt? Mi volt ez a Luigi? Ez honnan jött? Hát gondolom a Gyulából. Nem, a Lajos. Igen, Lajos. Tutajos, persze. Hát ez a tüskevár. Hú, nagyon nagy klasszikus. Picit kapkodtál szerintem. Honnan jött ez a Luigi? Kollega. Kollega bemondta, hogy Luigi? Igen. Óriási forma. Nagy rally rajongó, és volt egy Radon Luigi volt. Jaj. És csak beüvöltött egy Luigi? Igen. Hogy hívják a kollégát? Nagyon nagy ember. Tamás, óriási. Szép volt, Tomi. Bemondani ezt. Halad, Ladó Gyula, Ralis, Luigi. Hát mindegy alapon. Hát, ha ő. Igen, igaz, hogy Fekete is a regényhős, de nem baj. Tamás ezt már nem hallotta. Tutajos, persze, így hívták. Nagyon klassz kis szép regény. Jó, hát István, gondolj arra, hogy a gyerekeknek megvan az ajándékcsomag, jó? Jó, van, rendben. Oké? Oké. Majd maximum te is beszállsz, ahogy játszanak vele. Köszi a játékot, ciao. Ciao. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, azért a Luigi. Hát próbálod feldolgozni? Hát Ladó Gyularral is, akkor igen, az csak Luigi lehet. És mi volt az igazi neve? Bütyöknek? Bonaparte, Napóleon! Luigi óriási megfejtés volt. Trafi a 83-as úton téten Fehér Szeádból mérik a Győr felől érkezőket. Ezt Geri küldte nekünk, köszönjük szépen, jönnek a hírek. A hírek után pedig jövünk vissza mi is. 9 óra múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello drága hallgatók. Hát nem vicces SMS-ek jönnek még mindig egyébként, hogy kiből mit vett el és mit adott. Ugye írta valaki, hogy nagyon jó a testem, csak görbe a lábújam. Egyébként Adonis vagyok.
írja nekünk egy másik hallgató, hogy én elnéző vagyok, a görbelábújú Adonis számát kérném tőletek, Szandra vagyok, 150 centi, 80 kiló és bajuszos. Remélem Adonis is elnéző. Kis testi hiba. Apró kicsi testi hiba, igen. Na, szóval mi a helyzet közlekedés fronton? Vannak friss hírek. M31-es végén az M5-ös felé az M0-ásra méghozzá felhajtón, a belső sávban egy gumiabroncs esett, nem is vonszolták el onnan, úgyhogy az fennakadás okoz, ezt Ádám küldte nekünk. Debrecen előtt a 47-es úton trafi, a Mikepércs felől érkezőket mérik a kapitány úr hűszolgái, ezt Ramos küldte nekünk. M1-M7 bevezető Egér útig tiszta, írta Csaba, és trafi a 83-as úton téten fehér Seat méri a Győr felől érkezőket, ezt pedig Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Ja, nem én, Geri. Egy másodpercet kérem. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy végre, miután a hallgatók már bennünk, nem a két bunkóban. Kihúztad? Igen. A tudományos érdeklődésed fölkeltetted, hogy mondod ezt nekik valamit a Marsról. Na, Mars! Akarod tudni, hogy hol kell? Nem, de a igen, hallgatók, mert csinálnék igen, egy teát, ha megyünk. Addig mi kimegyünk, nekem pisilnom kell. Addig a Feri bedörgöli a egyszerkel a szalonnát, mert ez mindenre jó. Én meg addig meg megnézem, hogy a eltaliskázták-e már a ganyét. Ganyét. De a ganyét. Drága hallgatók. Na. Addig. Én ezt értetek, csinálom. Nem ezért a két kiégett, sivatagos, elsivatagodott, elsivatagosodott, nem tudom, milyen emberért, aki itt ül vele. De szeretjétek, ha megyet, kettőt szeretünk, mi egy. Azért csinálom, hogy ti majd, amikor megfogjátok apró gyermeketek kezét, felnéztek az égre, tudjátok, hogy hol keressétek a Marsot, ami itt van most nagyon közel. Minket csak az állatias élvezetek érdekelnek a felével. Evés, ivás, meg a evés, ivás. Meg utána is előtte. Április 14-én lesz a legközelebb a Földhöz. Ami? Az április 12-e? Két ilyen ember elülököd. Percenként 300 kilométert közeledik. Az nem lehet. Tehát mire elmondom, hogy hol nézzétek, mondjuk 3 perc alatt, addigra 1000 kilométerrel újra közelebb jött. Ilyen állat nincs. Ami azért nem semmi. Én már azért láttam egy-két gyors dolgot, Pannoniát például. P10-es. Ugye ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, ezért van ez a közeledés. Április 14-én kerülnek a legközelebb egymáshoz, hát így is lesz azért még pár millió kilométer, és nagyon-nagyon könnyű megtalálni. Április 14-én, 15-én. Olyan, mint a Sanyi akkor, hogy könnyű megtalálni, mert ő mindig a kocsmában van. A Mars olyan, mint a Sanyi, az, igen. Ott Sanyi. Van. Te mindig. Vagy ahol a körzeti megbízott. De ő is ott van. Legközelebb egyébként, mondom nektek, amikor 2016 vagy 2018-ban lesz ennyire közel. Azért nem mindegy, ez majdnem másfél év. Igen. Várjál. 2003. augusztusában volt ennyire közel. A következő 2018. július végén lesz. Ugye? Hogy azért ez nem akármi. Hát ez a. Hát én ezt már nem tudom fejbe tartani ezt a sokat. Szóval, hogy hol kell nézni? Hát a szemünkre. A szemetegen, igen. Április 18 vagy 17-én, amikor jön, április 14-én, akkor a hold mellett kell majd keresni, szabad szemmel is látható lesz, és a déli égbolton kell nézni. Azt mindig lássuk a holdat, hogy fekszünk a árokparton. És akkor mellett, de jobbról vagy balról. Sötétedés után, ha van iránytű valakinek a telefonján, akkor kelet-délkeleti irányban nézzem föl az égre, és ott van. Ha pedig valaki a gyerekkel éjfél körül akar kimenni Marsot nézni, akkor a déli irányban kell keresni a Marsot. Fogod a kis iránytűdet, megnézed dél, sötétedés után kelet, dél-kelet, fölnézel és szabad szemmel látható. Gyönyörű, és egyébként én láttam már, tök más a színe. Tehát meg tudod különböztetni, ugye, hogy más a színe, tehát vörösebb, jó van. Tényleg szabad szemmel is kiszúrod, hogy ott a Mars egészen más színe van, mint a többi csillagnak, meg bolygónak. Tehát ahogy fölnézel az égre, látsz nagyon sokat, ugye abból nem mindegyik bolygó, de más a színe, mert vörös színű. Gyönyörű egyébként tényleg. És szabad szemmel észre. Ebből a gyerekből pap lesz, akárki meglássa. Hát olvasod, ennek ott van azért a gógyi a kobakjába. Hajnalban jöttök? Hajnalban akartok Marsot vadászni? Hajnalban megyünk. De megyünk, amikor mondod. Akkor pedig a nyugat-délnyugati részt nézzétek. Amíg jó? Te utalsz, azt csináljuk, amit mondasz. Amíg jön az SMS. Hajnalban, jó van. Tehát mit tudom én, ülsz a bringádon holnap reggel,
ilyen tiszta az égbolt, meg akarod nézni, hogy Bali mondta, ott van a Mars, akkor nyugat, délnyugat, ott van a kis iránytűt, fölnézel, és ott a Mars. Szerintem ezek nagy dolgok, hogy ettől az ember már annyira eltávolodik. Meg tényleg minden az internetről jön, meg tehát ez a szabad szemmel észlelés, vagy az égbolt ismerése, ez kihaló félben van. De így fölnézel, és azt tudom mondani, hogy úristen, sok-sok millió kilométer, az ott a Mars, és ez így szabad szemmel, szerintem ebben van valamiféle kis misztikum. De nem? Akkor nem? Hogy úgy rájössz a távolságokra, meg a dimenziókra, de nem úgy távolodunk el tőle, ő közeledik. Most jelen pillanatban, ja. Jelen pillanatban közel, mi futunk, ő üldöz minket, csak gyorsabban jön. Szerintem ez fantasztikus. Szabad szemmel tudod észlelni. Eszembe jutott. Az a szó. Nem tudom, mit jelent, de az lehet. Több bolygót láthatsz egyébként. Igen. Szabad szemmel, tehát láthatod a Vénuszt, ugye, tehát egy csomó minden látható szabad szemmel, de most így a Marsot azért egy kicsit ritkábban. Megnézzük. Jó, nézzétek meg, nagyon, nagyon szép. Meg majd mondom otthon a felét. Istenem, két ilyen hülyével ülök itt, hát nem is hiszem el. Például azt onnan tudhassa az ember, hogy akkor ez most bolygó-e vagy csillag, ha világít mind a kettő. Hát. Na? Hát ez egy Mars, vagy ilyen. Így van. Érted. Vagy körülbelül a sarki lámpa. Na, érted. Az is ott van mindig. Bari, ez bonyolult volt, veszünk inkább Marsot a tetyóba. Most melyik nap, mert hadd átumot pontál. Vagy aztán meg onnan tudja az ember, hogy Marsre vagy Sneaker. Nem kell. Nem kell a dátumot, nem kell a dátumot megjegyezni, én csak azt mondtam, hogy mikor lesz a legközelebb, de most már lehet nézni. Mikor lesz a legtávolabb? Majd ezt megmondom neked. Hülyék vagytok, az a baj. De mert akkor aztán, is kicsi kultúrát érted. Próbál az ember becsempészni, meg valami mélységet adni ennek a négy órának, hogy legalább három ember nézzen fel az égre, és mondja azt, hogy látod kis Benedek, látod kis Tibike, az ott a Mars, nézd meg, apád kiszúrta. Jóva. Ti meg romboljátok. Jóva, ezt. Valakinek a peroroszporra ellen is kell védekeznie. Büszkék lesztek rá majd egyszer, higgyétek el. Mi már mostan büszkék vagyunk, mindig mondjuk a Sanyinak, hogy te vagy. Na. Ennyit a Marsról. Jó, most együnk és szívjunk. Ennyit a ti sekélyes agyatok továbbképzéséről. Terméket tesztelünk, mert hogy láttam egy reklámot, és szeretnék utána érni, hogy ez valóban így van-e. Láttátok azt, amikor bedobják a WC-papírtekercset, és a WC-papírtekercs maga az a kis kartontekercs semmivé válik? Na, az se lehet. Nem semmi. Pont olyan, mint a Mars. Most ilyenek lesztek tízig, mert akkor hazamegyek. Most fölállok, és hazamegyek. Láttátok ezt a reklámot? Igen. Na ide jó, hogy újra. Igen, láttuk. De jó, hogy újra infejtök. Ennek mi az értelme ennek a reklámnak? Hogy nem akad el a budi. De miért a WC papírtekercset egyébként a végén bedobod a budiba? Mert én mondjuk a szemetesbe dobom, tehát hogy furák az vagytok. Az azért, hogy pont azért van, hogy nem csinálsz hulladékot. Tehát az a sok-sok WC papírtekercs, amit te egy évben legyártasz, az nem kerül a szemétbe, hanem feloldódik a vízben is. Huss! Bizony. Már mondjuk hozzáteszem, én azt is szelektíven gyűjtöm, tehát hogy a vége mindig szépen. De mi a baj azzal, hogy amikor véget ér a papír... Már a papírt, a görgőt. A görgő, igen, véget ér a görgő, fogod, letekered és bedobod a kukába, és elviszed a szelektívbe. Tehát ha ez feloldódik nyilván, akkor ez tartalmaz valamiféle vegyszert, vagy olyan komponensekből áll össze, ami vízben egyszerűen oldódik. Ez annyira ritkára van csinálva, igen? Hogy az anyag maga ilyen szétmálik. Újra felhasznált anyagból, és valószínűleg ilyen megdarált és pépesített, újra felhasznált papírból készül. Nem, én csak láttam ezt a reklámot, és azon gondolkoztam, hogy egy csomó mindenben van jó funkció, amit föl tudsz fedezni, és azt mondom, ez egy jó ötlet, de például nekem ezzel a rollnival a végén soha nem volt bajom, mindig ott hagyta. Tehát, hogy nem... Soha nem zavar, mert a Viki mindig kicseréli. Hello, Juli! Szia, Balázs! Te is láttad ezt a reklámot? Láttam, és át is küldtem neked. Nem csak még mindig a csatornák között, a pornó csatornák közé. Szeretnék valami másról beszélni. Na. Hogy ki tudod nyitni? El tudod indítani? Mit? A reklámot. A WC-papír görgőt. Nem mondja ki az elején a nevét, úgyhogy ne aggódjál. Indítsd el a reklámot, és igen? Szólok, hogy mikor állítsd meg. Mert én amikor elkezdtem ezt nézni, ezt a reklámot, én azt hiszem, hogy egészen más a reklám. Aha. Jó, mindjárt, mert szóljál, oké, mondjam. Én ezt láttam, már csak le volt halkítva a tévé, nem tudom, hol mondjanak, figyelj. És valaki már meg... Bosszantó, hogy elfogyott a WC papír, és valaki már megint ott hagyta az üres borítást. Na, én aha. Azt hittem, hogy ez valami WC papír adagoló valami lesz. Igen, hogy ott maradt az igen, üres kuriga. Mert engem nem azért bosszant, hogy ott hagyta valaki a WC papír végén, hanem azért bosszant, mert ott állok.
Haros hengel. Bocsánat, ugye? igen már. És így kell. Ez miért kell? Most megyek, csinálok. Hát ez a lényeg. Hát pont egy kicsit emelni akarom a marssal, az égbolt fürkészéssel a színvonalat. Már-már olyan magasságokban vagyunk a reggeli műsorban, és sosem volt. Akkor süllyedjünk vissza. Bejössz, és, hát az a gondom, hogy engem nem azért bosszant, hogy ott hagyták a végét a gurtninak, hanem azért, mert nem tett helyette újat, és ott kell tücsörögnöd. Ti gurtniba törlitek? Hát az de tök igaza van a Julinak. Igen. Nem a gurtnival van a baj, nem hanem azzal, hogy ott hagyja, és nem cseréli ki. Gurtni. Jó, nem gurtni. Hát ha költöztetők most így mi, de Lajos, hát én nem szoktam, de te szoktad. Hú, Lajos, lehet ezzel a gurtival könnyebb megemelni a szekrényt. Szóval, hogy nem ezzel a kis, nem tudom milyen kis... Igen. Guriga. Guriga, köszön, ezzel van a baj. Nekem is ez volt az érzésem. És a másik az, aki egyébként hajlandó több pénzt kifizetni azért, mert ilyen feloldódó WC, mi a guriga vége van. Aha, igen. Aha. Az eddig is szelektíve gyűjtötte szerintem a szemetet. Igen. Nem? Tehát az fogta, leemelte ezt a kis vacakot, és betette a papír közé. Ennyi. Nem dobta be szépen a WC-be, mert tudta, ketté hogy... szoktam vágni, aztán ugyanúgy behajtogatom. Most komolyan mondom. Ketté mit jó, ezt nem is ne, ezt nem akarom, ezt nekem, ezt most nem ketté, akarom. Hosszában elvágom, mert tökre idegesítő, hogy ugye... De tudod, mit ezt megfelelően bedobod a földre, rálépsz, és bedobod a kukába, te szétvágod a WC papírt. De nincsen föld. De nem az a lényeg. Már előrébb lépünk, amióta nem voltál. Igen, tudod, hiszen nálunk a fűtött márványon, persze. Hogy most tényleg elvágod a WC papírt. De miért vágod el? Miért foglal? Hát megfogod, és összenyomod ekkorára. De szétugrik, nézd meg, szétugrik. De hát rálépsz, nem. De én sokkal kisebb súlyú vagyok, mint ellen. Menj rá a kocsival, tegyél ki tizet, az vezess át rajta. Szóval, hogy ennek aztán tényleg mi értelme van, nem? Egyébként ott van rajta, várjál, mi behozom a csomagolást. Drágább ez a retyó papír? Drágább? Hát de valószínűleg az anyag miatt, tehát maga a papíranyag, amivel, amit használsz, az annak a minősége is számít, nem? Uti, írja, hogy ez... hogy ez miért szuper jó neked. Az egyetben toalettben leúszható WC papír guriga. Aha. Egyszerűen dobja a gurigát a toalettbe, majd húzza le. Nincs szükség külön öblítésre. Már hogyha egyszer le kell húzzam, akkor milyen külön öblítésre nincs szükségem? Vagy még egyszer ne húzzam, igen. Le, mi az, hogy nincs szükségem? Tehát, hogy rádobod a végére. Nem kell egyszer lehúznod a WC-t. Ja, értem, jó, oké. Hú, de jó. A guriga azonnal feloldódik a lefolyó vizében, aha, és biológiai úton lebomlik, mivel ugyanabból a cellulóz rostból készül, mint a WC papír. Ne dobjon hagyományos gurigát a toalettbe. Na. Ha nagyon rászoknál, akkor utána esetleg visszatérsz ennyi a régire. Akkor csak mondom, hogy szabadalmaztatási eljárás alatt van, tehát senki nem próbálja lenyúlni. De vagy most, de most, le, lesz, most még nyúlható. Most még nyúlható. Na hát akkor. Na mindegy, akkor oldjál fent a pezső tablettát. Puding próbálja a fosást, gyerünk srácok. Ne légy, ne. Inkább vegyél egy csomó savanyú szukrot a szádba, és dobjuk be a szádba, és nézzük meg. Feloldjál. És nézzük meg, hogy tényleg oldódik. Ennek semmi értelme. Ennek gyerekek nincs értelme. De azt le tudjuk tesztelni, hogy tényleg feloldódik-e. Na most ezért le fogunk tekerni két guriga izé WC papír. Na, megfogtál. Na, mert most, ha letekerünk két guriga WC papírt, akkor aztán mi van? Hát, az környezetszennyező. Hagyjatok már, olyan álságosak vagytok, most mi történik, ha letekerünk két guriga, most miért szennyezzük, akkor vidd haza, aztán használd el. Jó, föltekerem a kezemre, jó, teker fel a csuklódra, tekerje, az aztán használd el. Én már kérdezik. Jaj, hát csak ide. Letekerünk egy guriga WC papírt, hát milyen szörnyű ez a világ, hol élünk? Tényleg. Ez idő után négy lesz, figyelj csak. Mi ez? Hová tart? Én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol egy reggeli műsorban letekernek egy guriga WC papírt. Úristen! Jaj, bocs, nem így akarta. Fogd meg a végét, Zsül, a WC papírnak, jó? Szörnyűek vagytok, komolyan mondom. Menj vissza, figyelj. Várj, ne húzzad, vagy húzzad. Tekered két kézzel, oda néz. Istenem. Aha, jó, húzzad ez menni már, fog. Zsül. Jézusom. Istenem. Mindjárt meg vagyunk. Ez melyik, ez a bomló? Ez most egyébként melyiket tekeritek? Nem tudom, egyet adtál, mi azt tekerjük. Én meg. És, na most vagy bajban, ott vagy a WC-n, és már csak a guriga van. Ilyen alapon tényleg, miért nem visszaváltható? Tehát, hogy, na, megvan a guriga? Igen. Most ki a lebomló? Biodegradál-e. Tessék ez. Ez is az. De ettől tök igaza van a Julinak. Juli, ettől nem lesz új WC papír a retyhódban. És ebben az elfogyó WC papírban a háztartások zöme azon veszekszik, hogy kihasználta utoljára a budit, nem? Így van. És nem tett föl újat. Tehát valójában ez nem is a higiéniáról szól, hanem arról, hogy béke legyen a családban. De ettől nem lesz, mert ettől nem lesz új guriga fönn. Nem, ezt tudod, miről szól? Ez arról szól, hogy már nem tudnak semmilyen újat kitalálni a WC papírgyártók. Már illatos, kamillás, ápoló, stb. Az ötlet zseniális, mivel tudtál újat csinálni? Aha. Magával, a kis... ezzel mi? Ez mindig elfelejtem a nevét.
Guriga. Guriga. A gurigába, hogy föloldódik a vízben. Gurti köz. Mert hogy a WC papír már nem tud újabb lenni. De van kamillás is. Van. Kamilla, ezt te már használ? Hagyományos guriga. De tényleg. Most miért kéne a hagyományos gurigát vízbe dobni? Hát, hogy hátha az is föloldódik. Hát ez a teszt. Hát, de na. Ja, és kiderülne, hogy a hagyományos guriga ugyanúgy föloldódik. Azt tudjátok, hogy most mi a menő, mit hallottam? Hogy szabad szemmel lehet látni a Marson. Azon kívül. Azt te nem érted úgyse. Hogy kezd kimenni a WC papír a divatból. Igen. És mi jön be helyette? De nem nálatok, mert nálatok sose volt divatba, Jani. Honnan te jössz, hogy sose volt divatba. Nem, a nedves. Nedves. Most már nem egy ismerősöm mondja, meg nem egy barátom mondja, hogy a nedves törlőkendő a százszor jobb, és most már van külön budira legyártott nedves törlőkendő. Amitől nem dugul el? Most nem a WC érdekel, meg a WC lélektana, hanem az ember lélektana, hogy te nem, tehát hogy neked higiéniailag sokkal jobb, és azt te bedobhatod ugyanúgy a WC-be, viszont nem száraz papír van, hanem nedves, és ez az új őrület. Az új őrület. Végig söpört a világon. Hallottátok? Az új őrületet, a jet kiakvad, és a nem tudom... A nedves WC papír. Nedves WC papír. Én hallottam, jó ötletnek tűnt. Na, nézzük meg, hogy oldódik-e, jó? De mindkettő. Oké, várj, egy kicsit izgatott vagyok. Hagyományos WC papír? Vajon? Vajon most mi lesz? Na nézzük. Videó? Melyiket dobod? Videó? Amúgy mi a helyzet a kerti budikkal? Mert hogy ott, érted? Ott nincsen víz, amibe oldódjon. A földeken is majd ez ma elordulik. Majd az eső elmos. Mehet? Na fi. Na nézzük meg, tessék. Bedobtam. Tedd bele a másikat a másikba. A másikat a másikba. Jó. Húha. Húj, de ilyen izgalmas tesztet se csináltunk már nagyon rég. Aha. Megkeverem egy kicsit, jó? Most nem mindig hát van. Ott figyelj, nem mindig van keverő. Ott csak a kezedet tudod használni, érted? De nem, hát ahogy húzza le az örvény. Ja, az örvény. Nézd meg. Na. Oda néz. Gyerekek, abszolút föloldódott. Figyelj, profi. Ez szenzációs. És a másik, az eredeti, hát ez kemény karton papír. Még egy kettőig. Délután kettőig is tekerete. Figyelj, önmaga, amit ígér, azt betartja a guriga, az WC papír. Állagúra oldódott, simán leúszható. Egy korcsot valaki? Igen, nem túl guszta. Jó, működik. Hát, ez jó. Amit ígér a reklám, azt betartja, tényleg oldódik. Hallod, nem baj, akkor az, vinném a gyereknek, mert kasíroznánk belül. Arra is jó egyébként, hozzáteszem. Hát figyelj, annyi gyerekjátékot lehet csinálni, én azért nem örültem ennek. Uh-huh. Óvodába hordani kell be, ott azért kicsit elgondolkozol. Hát igen. És egyébként a gurigát nagyon sok mindenre fel lehet használni. Na. Már fotóban megkaptam a nedves WC papírt. Felkiáltójel, csak ezt használom, már írogatnak az ismerősök. Csak ezt használom. Csak ez? Mi a márka? Mutatja. Hasonló, mint a WC papír. Barát vagy barátnő küldte? Barát. Tiszta popó klub. Igen. Na jó. De jó. Mennyivel lettünk most, mit adtunk hozzá a világhoz? Engem mindig az érdekel, hogy egy-egy megszólalás után mit adunk hozzá? Mit adtunk hozzá most? Akkor tehát érdemesebb ilyet vásárolni? Vagy ugyanúgy nyugodtan vedd meg a hagyományosat, dobd ki a kukába, a kivétel Jani, aki ketté vágja, teljesen beteg módon. Miért? Nem ketté, csak jó. Egy helyen vágom el. Elvágja, és akkor kicsit a lapítani. Érted? És akkor szép sima tud lenni. Hát figyelj, hogyha... Tudjátok, mint nézzétek a Marsot. Ha nincs lehetőséged arra, hogy szelektíven gyűjtsed a hulladékot, ez ugye ez egy ilyen elvi felvetés, mert hogy egyébként mindenkinek van, akkor ez jó. Akkor ez jó. De ha van, akkor nem jó. De azt nem értem, hogy miért nem találnak egy olyan gurigát, aminek tényleg van értelme. Tehát mit tudom én, lemegy az utolsó vécéz, és becsukod az ajtót, és csak két kis kéz így kinő a gurigán, két kis lábacska, és azt látod, hogy a guriga fölmászik, és elindul a kukához. Kinyitod neki a vécéjtét, és azt látod, hogy a guriga bemászik a kukába. Miért nem ilyeneken gondolkoznak? Miért nem jön két kis hegyes sipkában két kis manó? A guriga manók vagyok. És akkor jönnek és elviszik. És elviszik, nem? Hát most egyébként ennek sok értelme nincs. Na jó, leteszteltük, ezt egy hallgatón küldte, ugye mindig kérjük, hogy írjanak nekünk a Morning Show e-mail címünkre olyan reklámokat, amiket le lehet tesztelni. Küldjetek ilyet, ha láttok tévében, hallottok rádióban, láttok valamit interneten, küldjetek el. Megadni ezt most megadjuk. Nem? Amit a termék ígér, azt megadtuk, beváltja, tartja, úgyhogy abszolút jó, nincs benne hazugság. Nincs, de én inkább az újrafelhasználáshoz szavaznék. Igen, morningshow@classfm.hu, ez az e-mail címünk. Bármilyen reklámot láttok, hallottok, írjátok meg nekünk, előkerítjük, megvesszük és leteszteljük. Jó, 9:30 múlt, pontosan, vagy 9:10 lesz, 3 perc múlva jövünk a hírek után. 9:50 múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek. Hello. Hello. Nézem csak a közlekedési híreket, azért vagyok ilyenkor mindig egy picit csendben. Ha nem haragszotok, dolgozom. Nem.
vagy teszem a dolgom. Erre születtem, ezért vagyok. Az Árpád híd a Szentendrei út felől egy lerobbant autó miatt elesett. Perec küldte, ez most a legfontosabb. Köszönjük szépen. Lazíts egy kicsit, mindig csak a meló. Egy masszázs, egy kávé, hozzunk valamit. Érzem, nem tudok, hát a közlekedési hírekben élek. Az M7-esen mérik a Budapest felé haladókat a 45-ös kilométernél. Ezt szervizes Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sok megfejtés a WC papíros tesztünkhöz, vagy hát sok hozzászólás inkább, de legkevésbé sem kompatibilis, tehát nem tudjuk ezeket beolvasni, de le is zártuk a témát. 3:40. Csabi, szevasz! Jó reggelt! A kedvencem ezek közül a középfülgyulladásos történet. De hogy ezt érted, hogy megírja és meg hagyja, hogy az egész ország röhögjön rajta. De szerintem tök jó, csak így lehet átvészelni egy csomó mindent. Azt mondja, hogy anya elment, vitte a gyereket, nyilván készpénzt kell neki ezután adni havonta nagyon sokat, de szerencsére az élet megvigasztalt, középfülgyulladás. Egyébként meg mindazon által, vagy mellett, hogy én nagyon szeretem ezeket a hozzászólásokat, sokszor gondolom azt, amikor olvassátok be, hogy ezeknek a történeteknek a fele igaz, vagy csak kitalálják. Tehát úgy is jó, úgy is vicces. Úgy is szellemes, persze. Meg én azért nagyon szeretem ezeket, mert hogy van benne tényleg önirónia. Igen. És hogy az ember tud röhögni magán is, akkor van csak joga máson is röhögni. Nagyon csapkodtam a kormányt, mikor ez jött. Ez nagyon tetszett. Neked van olyan, ami, tehát hogy nem tudsz például énekelni, de valami. Értem? Ne, bocs, ja. nem. Hát figyelj, végig kellene gondolnom hogy a hiányosságaimat, mert az nehéz. De akkor úgy van, az erősségeimre rá tudnék erősíteni, tehát hát tudnám sorolni estig. Alak. Hát igazából nekem így tehát az, hogy baromi jó alakom van. Igen, ez igaz, ezt ismerjük, tudjuk. És hogy ezért nem kell olyan sokat tennem, tehát ez a legjobb. Hogy igazából csak úgy testpedek otthon, eszem a zsírt zsírral, és mégis. És mégsem csodálatos mellizmény vannak, és semmi háj nem tapad rám. Na és a lábad hogy van? És fejlődik a lábom is. Képzeljétek el, hogy ugye azt mondtam nektek, hogy a Martinek János, aki ezen a tévéműsoron volt a sportbíró, ő ragasztotta be ezekkel a szalagokkal, amiket látunk a focistákon meg a teniszeseken. Nem tudom a hivatalos nevét ezeknek a szalagoknak. A ragasztó szalag. Igen, de nem olyan, amit bemész a parkácsból, hogy adjonom már ragasztót, mert fáj a lábam. Ez lehet. És azt mondta, hogy ez 4-5 nap múlva majd szépen lejön. Tehát vagy nagyon vigyáztam rá, vagy nem. Nem tudom, akar lejönni? De nem jön, vagy pedig félek attól, hogy ez epilális egyben. Tehát ez egy olyan ragasztó, de hát most már azért jelentősen meggyengült, és most már le is vágtam azokat a részeket, amelyek nem nagyon tépik a szőrt. És így is tudok menni vele. Még mindig dagadva van a lábam, tehát még nem próbáltam futni, mert azért ez egy kicsit necces, de ha nem tudom, a Demeter focizna hát velem az udvaron, akkor focizom vele, csak másik lábammal rúgom a lasztit. Figyelj, de gondoltad meg magad, hogy ha esetleg úgy alakul az állapotot, hogy jössz a Vivi Csitára? Figyelj, tulajdonképpen 2 hete nem futottam, tehát mondhatnám, hogy edzésben vagyok, de hát most 10 kilométert lefutni ezzel a bokával, mi van, hogyha az első kilométer után azt érzem, hogy hát nem kellett volna még terhelni, és az van, hogy merev a dagadás miatt. És ezekkel a szalagokkal, ha ragasztunk újat, nem tudsz futni? Mert a sportolók például sportolnak vele, nem? Igen, igen. De nekik ez a dolguk, ezért kapják a vezetésüket. Ja, mert értem. Nem csak azért használják ezeket a szalagokat, hogy a regenerációt segítsék, hanem azért is, hogy tudjanak közben edzeni vele, meg tudjanak közben sportolni. Igen, ezek a szalagok nem csak gyógyításra, hanem megelőzésre is szolgálnak. Aztán válasz meg majd 1 évet, amíg el tudunk menni futni, és főleg ennyien, mert ugye április 13-án lesz a Vivi Csita, és innen a rádióból nagyon sokan mennek, összeszámoltam, összesen 6-an fogunk menni, 6-an fogunk indulni, és így van. 9-10. Ja igen, vasárnap? Így van. De kár. És hogyha hetem lennénk, akkor gonoszok lennénk. Aha, gonoszok. Na, ezért én úgy döntöttem, hogy ezt most kihagyom. De tényleg azt gondolom, hogy ha most erre rásérülök, akkor az hosszú távon sokkal rosszabb, nem? De te vagy a szakértője ennek, hiszen te futsz. De jó, de hát ez a te vagy, nem az enyém. Figyelj, meg az van, hogy én adok neked B-programot, mert ugye Jani fut vasárnap, igen. De meg gyere velem Bábolnára, Sonka Fesztivál lesz. Ugyanolyan sport teljesítmény. Úgy, ott mire végigeszünk mindent, mert húsvét előtt egy héttel ott mindig van most már évek óta, és gyönyörű érlelt sonkák, füstölt sonkák, minden. Na? Most nyeltem egy nagyot. Na? Nem tudom, lehetett hallani, de ugye az ilyen fesztiválokon az van, hogy kiraknak ilyen kis falatokat, kóstolnak, hogy kóstold meg, vagy te odamész, és egy csomó pénzt elköltesz arra, hogy végigkóstold az összes. Hát is. Ja nem, kóstolásra nem költesz, tehát mindenkinél van, vannak nagyon szép
kolbász termékek, gyönyörű füstölt sonkák vannak, érted, amit te megfőzhetsz, de ahhoz, hogy te tudj választani, mert szerintem majdnem 100 ilyen kiállító van egy ilyenen, oda mész, és akkor kérsz egy falat, és azt mondod, hogy ez az. De most meg neked kis falat, Ferének még csomagolnak is. Hát az más, az ki kell érnem előtt szeressék az embert. És a másik jó persze, ugyanaz, mint a borral kapcsolatban, vagy a sajtokkal kapcsolatban, az embernek szakértőnek kell lenni. Három sonka után hogy tudsz már megkülönböztetni egy negyediket? Hogy én soha nem értettem, hogy lehet tízféle különböző sonka között majd megmutatom, ha eljössz velem. Vettem már rossz sonkát, ami romlott volt, tehát érted, de nekem a sonka minden évben ugyanaz, bár valószínűleg nem ugyanazt veszük meg minden évben, érted? Tehát, hogy ez különbözséget tudsz tenni. Disznók elé gyöngyöt, mondom, viszlek Bábolnára, azt megmutatom, hogy mi a tuti. Jó? Jó, rendben. Mindenki Anna. Más meg menjen a Vivicittára. Igen, ne a budapestiek és a vonzás körzetet, illetve szereti a futást, az menjen, szurkoljon a Klassz FM-nek, és Janinak, aki pedig, de tudok jobbat, mert szombaton is van már a Sonka Fesztivál, ja, oda jó. Lehet menni szombaton, és vasárnap megfutni hozzátok. Na, le lehet tényleg dolgozni, olyan jó? Fesztivált csináltak már, ahol a sport meg a kulináris érvezetek találkoznak egymással. Na, az lenne jó szerintem, mert akkor tudnánk csinálni egy közös programot végre. Miért? Mi már csináltunk egyet. Aki beír a Janival, így áll Ferivel. Ja, hát volt, igen. Tárcsáz, légy szíves. Anna, a naphallgatóját hívjuk föl. Nagyon sok jó hozzászólás érkezett, főleg ehhez, amit adott és amit elvett a köröz. Zseniális. Morning Joe. Ez az, már adom is a tapsot neked. Ügyi vagy. Na jó. Sziasztok, Izabel vagyok. Izabel, szia, nem írtad alá, az SMS-ben mondtad a neved, így szólt ugye a sors adott és elvett témához, imádok énekelni, és bennem van az X, csak sajna a lábamban. Igen, a drága bérelt lányom mondta nekem egy héttel ezelőtt, és ezt is találom az ehhez a témához. Most... Honnan beszélsz egyébként? Munkahelyen dolgozom, a gyógyászati segédeszközgyárban. Aha. Ipolyban. Ipoly. Boy. 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 Paranya. Ja, jól van. Oké, csak a vételig zavarok, ugye? Igen. Izabella, köszönjük. Örülök, hogy hallasz titeket. Mi is, hogy téged is. Üzenetlenek a rádiók a munkahelyenre, meg a hangom, a csajok röhögnek. Lelátott szeretnek. Köszönjük szépen, az SMS-t küldjük neked az ajándékot, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm. Szia. Szia. Puszíjuk a csajokat is. Oké, hallották. Jézusom, hányan vagytok? Mikor te 16-an. 16-an indulunk bajba. Oké, jöhettek, gyönyörülők dolgoznak itt. Puszi, sziasztok. 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 Csabi, nem kérdezhetem meg, de mondd magadtól, mert ugye a főnök, aki elment marsot nézni, ezt ő szokta. De mielőtt elment, benézett hozzám a másik stúdióba, és kérdezte, hogy remek zenék. Mondtam, hogy a választ majd pár perc múlva itt. A Shakirának az újdonságát hozom, az Empire címűt, ami egyszerűen zseniális. Sokan azt mondják, hogy kicsit haja az a Miley Cyrusnak a Wrecking Ball című slágerére, ami nagyon beütött, és hogy ezért ők elkészítették ennek a hasonló verzióját. Szerintem én legalábbis nem hallok hasonlóságos, ugyanaz, mint a sonka meg a sonka közötti különbség. Ez is egy jó dal, meg az is egy jó dal. Shakirás. Tök jó dallammal. Hallgassátok, ajánlom. 061-555-5500, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, és hogyha Mars nem téríti el a főnököt, akkor reggel 6-kor itt vagyunk. Szevasztok! Sziasztok! Hello.